Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM. Morning Show nagy tavaszi országjárás 2014. Élőben Pécsről. Jó reggelt! Hello! Sziasztok! Jó reggelt, Pécsiek! Hello, drága pécsiek! Hello, Feri! Hello, Jani! Hello! Hello mindenkinek itt Pécsett! Megérkeztünk ide is. Az áruállomással nem kevés kilométer után, amit tegnap megtettünk, meg nem kevés autózás után, itt vagyunk, az új helyszínen. Nem volt messze az eredeti helyszín innen. Hát, ha kimész oldalt, akkor a parkolóban. Tulajdonképpen igen, tehát aki ott van, az jöjjön ide, vagy aki itt van, az ne menjen már oda, mert hogy... itt lettünk volna eredetileg is, csak a parkolóban, most viszont bejöttünk, ugye az Árkád üzletházba, úgyhogy keresetek minket. Hát nem kint vagyunk, bent vagyunk. Bent vagyunk, ennyi a különbség. De örülünk neki. De megint mennyien látták, hogy máshol vagyunk, tehát követnek minket. Ez nagyon rendesek a hallgatók, hadd mutassam meg nektek azt a hölgyet, aki háromkor indult el. Na, mutasd. Hello. Sziasztok. Szia. Háromkor keltem csak. Háromkor ja, akkor nem érdekes, akkor nem beszélgetünk. Honnan? Négykor indultam Gerezslakról. Az hány kilométer? 35. Innen? 35, és négykor elindultál, hogy itt lesz. Gyalog, mire ide ér az ember? Busszal. És te voltál az első, vagy volt már előtted itt valaki? Az a hölgy. Ki van itt a legkorábban? Most őszintén senki ne hazudjon. De tényleg? Na tessék, mióta vagy itt? Hánykor álltál ide? 3:45-kor. 3:45 óta itt állsz. Az igen. Mitől félsz ilyenkor? Hogy miről maradsz le? Tehát 3:45-től 6-ig. 2 éve várok arra, hogy itt legyek veletek. Komolyan? De rendes vagy. És úgy jött ki a járat, hogy pont úgy tudtál jönni? Mondhatni. Aha, mert ha későbbivel jössz, akkor jóval később érsz ide, gondolom, nem? Nem, a legkorábbival akartam jönni. Pedig olyan észszerű volt az érvelésem. Nagyon szépen felépítettem ezt az érvelést, hogy ha később jön, később ér ide. Ugye? Azért nagy szerencse, gyerekek, hogy Pécsett nincs éjszakai járat. Igen. A kettőtől itt áll. Van? Ne harasz, hittem, hogy van, azért jött ez, azt hiszem ez volt az első. Úgy, mindjárt megvernek. Milyen felvördülés volt? Mi az, hogy Pécsett, hülye vagy? Figyelj, és hogy 2 éve vadászol erre? Vagy, mert ugye voltunk itt 2 vagy 3 évvel ezelőtt. 2 éve hallgatlak titeket aktívan. Aha. És az volt a várom, hogy találkozunk. Előtte merre kóboroltál így az éterben? Kiket? Nem igazán hallgattam senkit. Nem rádióztál 2 éve? Ránk hallgattál és azóta. Hátra kellett volna vigyük megbüntetni. Nem, teljesen rátok kattantam. Igen? Igen, milyen jó. És imádom a vogád melletted, Balázs. Oh, igen. 2 éve már titeket hallgatnak, az mindig nagyon jó poén. Szóval ránk kattantál. Teljesen. És ezért ilyen korán itt vagy. Jó. Hát a legkorábban te, volt már itt valaki, vagy te voltál az első? Én voltam az első. Nyitva volt az áruház? Vagy kint nem. Kint vártál? Hát gyerekek. Következő a helyzet, az áruház azt hiszem 7-kor nyit egyébként, vagy 8-kor, és a kedvünkért 5:50-kor kinyitották, úgyhogy ezt is nagyon köszönöm. 5:50-kor nyitották ki. Neki a nem, 5:55-kor. De mi van, ellenségkép vagyok? Figyelj, érzed bármit? Mondok Pécs fölhőbbül. Nem vitatkoznak veled, mert ők más tudnak. Hánykor nyitották? 6-kor? 5:50-kor. Szerencséd. Figyeljetek, mindegyik bejárat itt van most, vagy tereljük valahova az embereket? Mindegyik itt van? Tereljük ide a Nagy Lajos király útja, ugye ez az, igen, ami végig megy itt. Ez. Köszönöm. Na, végre nem rögtök. Aha. Egyet eltaláltam, itt lehet bejönni, az a tutér többi. Nem csak tudom. Itt, nem csak itt! Jó, figyelj, hát most nem is azért, mert hogy 2 éve minket hallgatsz, de a legkorábban érkező hallgatónk így van. Egy csomagot. De neki elég az is, hogy láthat minket. Megtalálkozhat velünk, láthat minket, neki sokkal több ez a személyes kontaktus. Jó lesz az még másnak. Nem kell, ugye az ajánlás, elég vagyunk mi. Nem, de hogy nem kell. Mi a keresztneved, bocsánat? Eszter, kapjál egyet, jó? Hát azért 2 éve minket hallgat, 3:45 óta itt van a gyerekek. Hát azért 3:45-kor feküdtem le, úgyhogy... Köszönöm szépen. Bőven. Na mi van benne, mit találtál, mondjad? Milyen? Bármi is az ez szép, a nagyon híres egéraláté. Igen, egéraláté, egykor használták. Egéralátét, bögre, és azt hiszem pasztartó. Egy kis pasztartó, így van. Figyelj, azért a bögrét nehogy levágják itt a félkezedet, vigyázz, azért mindenki ölni akar, mire kijutsz a parkolóig vagy a buszmegállóig. Gyerekek, ez az egéralátét, ez egy olyan jó dolog, hogy mi így ragaszkodunk a régi dolgokhoz. Nagyon jó, és körölgethető, és kávéscsészét is lehet rátenni. Nem, komolyan, mert így néz ki, csak mutatom azoknak, akiknek nincs, és ezt sokan képként használják, sokan matricát vagy ilyen posztitot raknak a hátuljára, és fölrakják egy kétoldali ragasztóval. Tehát egy csót, nagyon szeretem, meg jó anyagból van, ez egy jó kis dolog. Milyen jó annak idején 5 évvel ezelőtt túl sokat rendeltek belőle, és még nem szemét vagy, nem, tök jó, meg jó a fotó, én ezt nagyon bírom. Jól van, Eszter, maradsz még vagy most már? Végig itt vagy? Jó fej vagy. Jó, nagyon
nagyon helyes, mert hogy 100 000 forintot még ma is nyer valaki, még nem fogyott el a pénzünk, ugye? Még csak van? Regisztrálni kell hozzá, még a mai napon van egy utolsó százasunk, a hostess lányoktól tudtok kérni. Mi van? Ja, tudtok kérni a regisztrálókártyákat, ez körülbelül 9:30-ig gyűjtjük be. Ha ez megtörténik, akkor 10 előtt sorsolunk majd, de nem csak 100 000 van, hanem 500 ezer is. 500 ezer jövő héten hétfőn. Nagyon kérünk benneteket, nagyon szépen, nem benneteket itt a helyszínen, hanem az SMS írókat, hogy ne küldjetek el, hogy 500 ezer, mert aki 10-ig elküldi, az nem vesz részt a játékban. Igen, most töröltem ki 100 darab SMS-t, ami ugyanarról a számról jött. Így van. Nem. Nagyon akarja. Nem, 200-at. Ő nagyon akarja 10 után a Csabinak, jó? Na, a lány, itt mindenki transzparensekkel érkezett, hoztunk, nagyon helyesek vagyok. Azt mondja, várjál, hoztunk sütit kértek, de van egy másik. Követelésem van. Aha. Közös képet, autogramot ide. Igen. Ezt a sütiért cserébe? Igen. És ha nem kérjük a sütit? Akkor így jártatok. Milyen sütit hoztatok? Milyen sütit hoztatok, lánya? Mi ez? Mécseres és muffin. De rendes. Ti sütöttétek, vagy találtátok egy kukabálatot? Egy cukrászdába. De sütöttük. Rendesek vagytok. Tényleg, tegnap este nekiálltatok sütit gyúrni. Meg ma reggel is. Nagyon hihető, hogy ő sütötte, mert azt mondta, hogy fogalma nincs arról, hogy milyen sütött. Csak mondom. A muffin sütöttem. A muffin te sütötted. És valami hagyományos recept, tényleg? Nagymama receptje alapján? Hát, úgy nagyjából. Vagy improvizáltál, ami kicsit ez, kicsit ez. Igen, hogy hívnak lányok benneteket, ki kicsoda? Dia vagyok. Dia. Honnan jöttetek? Komló. Komló, aha. Megkóstoltátok a sütit egyébként? Én igen. És? Nagyon finom. Macska él még, kutya? Mindenki él. Nagyon helyes, de drágák vagytok. Annyira más egyébként a városokon belül a különbség, nem? Tehát valaki, például vannak olyan városok, ahol fotót egyáltalán nem kérnek, csak autogramot. Ezt tök furán nem tudtuk megfejteni. Hát. Van, ahol kevésbé számít az, hogy írjuk alá, mindenki csak fotózkodni akar. Transzparensekkel például nem nagyon érkezett senki, itt meg egyből van 2 vagy 3. Tehát mindenhol egy kicsit más, hogy reagálnak a hallgatók, nem? Van, ahol nem megyünk idén, ott meg tök passzív. Igen. Lányok, drágák vagytok, köszönjük szépen. Lesz majd, amit kértek, jó? Kimegyünk, aláírunk, lesz mindenféle dolog, úgyhogy megyünk. Ott még nagyon, ott még délelnünk kell, Feri, mert ott még valaki jelentkezik. Hello! Én nem tudom, én az üregebb kamarosztályt képviselem, de én szeretném, hogyha kérte már valaki a bögrédet, azt mondtad, az első ember, aki kéri a bögrét, az megkapja. Hát verbálisan te kérted, SMS-ben már volt, aki megelőzött. Úgyhogy... Hát jó, nem tudom, hogy a helyszíniek most... Vagy... Várjál, összeengedlek mindjárt valakivel, és akkor vívjátok rá, aztán aki nyer. Júj, de korrekt vagy. Ki a Vivien? Hello Vivien. Ott a Vivien. Jöttem, te is Vivi vagy, de te írtál SMS-t, hogy kéred a bögrét a Balázsnak? Nem. Kérhetem. Nem te írtad. Ott van, Feri, ott te vagy Vivien? Ott van, hátul. Ja, bocsánat. Igen. Tehát akkor engedjük össze az idősebb korosztályt a fiatalabb korosztállyal. Hello Vivi. Hello Vivi. Ja. Vivi, te írtad az SMS-t? Igen, én írtam. Hányasra végződik a telefonszámod? Nem tudom. Jó. Ajajajajaj, megmondom, mert én látom. Föl van írva neki a saját száma. Én se tudom mindig a saját számomat egyébként. 58. Az, tényleg, jó az. Van, te vagy az. Jó. A generációk csatája. Már hallom az érveket a fejemben. Neked még ilyenkor az iskolapadból elő a helyet, nem így puncsolni a csávókkal. Átadom. Jaj, azt mondja a hölgy, hogy átadja. Szerzünk, gyerekek, szerzünk. Jó van. Janitól a baseball sapkája, vagy a kis keki pulóvere, senki nem? Azt nem azt lehet. Azt nem adom oda. Az velem volt egy másik kontinens. Egy másik korszak. Egy másik korszakban. Na jól van, szóval akkor a Nagy Lajos király útjáról gyertek, jó? Vagy királyné útjáról, vagy királyfi útjáról, ami, ha, valami. Ami van itt, az van nyitva. És pont az áruház közepén vagyunk egyébként. Így van. Tényleg a hang után menjetek és megtaláltok minket. A mellettünk lévő sátorban lehet szívdobbanásokat leadni, amik majd hozzáadódnak az ország szívdobbanásához. Közünk már Feri volt egyébként, azóta is próbálják meg ezt a hangot valamennyire tompítani, hogy ne nyomjál az összes többit. Öcsi, az Paks 2-t elviszi, az Paks 2-t. Ott van. Ott mögöttünk vannak a stíles rácok, akikkel egyébként majd ki lehet próbálni ezeknek a rönköknek a fűrészelgetését. Beszélgettem tegnap a mi szakemberünkkel, is azt mondta, hogy 44 másodperc most a csúcs. Az családtag, gyerekek, egyértelműen. Uh-huh. Valaki oda jött, és igen, és a nagymama. Nem láttam még olyat, aki 50-re belül megcsinálta volna, úgyhogy ez a 44 másodperc, ez nagyon sok, vagy kevésnek tűnik. A szűrőkamionunk is itt van valahol a közelben. Itt. Kint áll a parkolóban, ott áll, ahol mi lettünk volna. Átadtuk a helyet nekik nagyon rendesen. Nem jön be. Féle. Hát be akar, csak az voltak az őrök, hogy húzza össze csak magát, ezek a vasbeton falak. 34 féle különböző ingyenes vizsgálatot ki lehet ott próbálni, úgyhogy, és ahogy Balázs is elmondta, természetesen regisztrálni lehet ezért a bizonyos napi 100 000 forint készpénzért. Bizonyám.
Reggel óta gyerekek a dúdolni halka jár a fejembe, és nem tudom kiütni. Honnan? Mit csinálják? Nem tudom, minden reggel fölébredek egy dallal, és az volt az érdekes, hogy ez már álmomban is énekeltem, meg Ákos is énekelte, felkeltem. Elkeltétek, és aztán duettet toltatok a fürdőszobában? Nem, nagyon egyszerű álom volt, hogy Londonban Sej van, számos utca. Nem. Londonban mentünk át a Toweren, ő jött szembe, vagy a Tower mellett voltunk, ugye, a London Bridge-nél, mentünk át, ő jött szembe, én mentem, és mind a ketten ezt a számot énekeltük, és elmentünk egymás mellett. De macsisztatok legalább? Nem. Aha. És ugyanúgy énekeltet, ugyanott tartottatok igen. a dalban? Ezt számottam. És Ákos jött velem szembe a London Bridge-en keresztül. Nagyon mondjuk értem, hogy te miért énekelted az ő dalát, de ő miért énekelt a saját dalát. Miért nem idézett a könyvedből, a szigorúan bizalmas. És fölébredtem, és azóta ez, hát most erősíts meg, a kocsiba is ezt énekeltem. Be, Jani mondta, hogy megőrül. Halálosan kellemetlen. Igen, ez a vasalás, mosogatás közben ilyen Balázsot ült, és többet nem tudok dúdolni, és az a legszebb, amikor csak ennyi van meg belőle. Ennyi van meg belőle. Többet nem tudok dúdolni, csak neked dúdolni, halkan. Ez volt. Bennem mindig béke van, még ezt is énekel. Na, igen, na, ez nagyon kis kellemes volt. Hogy lehet ezt kiütni? Meg kell hallgatni. Én szerintem kezd el dúdolni a Moncsicsit például. Én meg csak azt kérdezem, miért nincs nekem. Ezzel ki tudod ütni? Moncsicsi. Most csak mondom, hogy te utózel vele Budapestig, tehát ja, most a Moncsicsit fogja énekelni Pestig, nem, akkor rosszul játsz. Telefonálgatni fog. Tök mindegy, mire kérünk, a hatosra alszik, úgyhogy... Na, ha igen, ott fogok. Jó, szorosra húzom biztos segélyet, és ott fogok durmolni. De nem szokott nektek jelen, hogy fölkeltek, és egy dallal ébredtek, és egész nap megy a fejetekbe, és megőrültök annyira nem akarjátok már, hogy ott legyen? És minél jobban nem akarjátok, annál jobban követ a dal? Nekem most két hete állandóan Hello idegen szól a fejem, és nem tudok tőle aludni. Rohadt kellemetlen. Anyuka. De annak zenei okai van. Jó, Hello idegen. Jó kaszadal. Jó kaszadal. Szóval ilyenkor meg kell hallgatni? Igen, azt mondják, dallamtapadás, így hívja a szakirodalom. Dallamtapadásod van, és meg kell hallgatni a dalt. De ezt ne adásba csináld, mert ez kicsit lassú. Meghallgatnánk, ha jó lenne, de igen, ez egy kicsit lassú. Ne, nagyon jó dal, csak hát nem egy tempós, így reggeli ébresztőre. Igen, ez egyik legjobb Ákos dal pedig. Ez egy fehér róka érkezett hozzánk, vagy mi vagy te, panda? Aha, ez a beöltözős vonal, ez nekem bejön egyébként, egyre inkább úgy érzem. Korral halad. Hello. Be, tényleg. Igaz? Pár évvel ezelőtt, habár mondjuk én még nem vagyok szerencsére olyan öreg, mint a Feri. Micsoda, holnap lesz a szülinapod. Ferit fel lehet egyébként köszönteni. Nekem már hányadika van ma? Hányadika 16. Bizony. 16, nem 17 van? Nem, holnap lesz 17-e. 17-én van a szülinapod, tesó. Így van. Tesó, miért fizettem tegnap este? A rohadt életben. Azt nem tudom, de jól esett. Nagyon szívesen. Mondom, meghívom szülinapra a brigádot. Az kiderült, hogy nekem már egy hete volt, neked meg holnap lesz. Bizony. Feri felett eljárt az idő, sajnos. Én hál' Istennek még csak tartok felé. Mennyi is kacok? 40? 4. Aha. Gyönyörű 44. Bizony. Az mi, hogy közelebb vagytok a... Nem vagyunk semmihez, ne. Közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz. Már a hónajam is őszül. Hú, gyerekek, egy pár év és én is közelebb leszek az 50-hez, mint bizony. A 30-hoz. Igen, csak téged zavar bennünk, igen. Meg nem. Igen, és neked van kellemetlenebb fajta... lesz, ha hullanik ez majd a hajad, mert neked jelent is valami. Figyelj, azt mondom, hogy ha eddig nem, az már nem. De ez a genetikailag nincs benned kódolva, az már nem hullik. Majd csak hiszed. Fogunk mi még majd úgy dolgozni együtt, hogy minden reggel fésülöd át a másik oldalra. Micsoda, annyi hajam van, hogy két embert még felöltöztetek hajból, halkan. Két hajembert kis csinálok. Kispárnákat lehet megtömni fodrászat után. Igen. Anna írt, Anna jó reggelt, hello. Mármint ugye mi Annánk, azt mondja, hogy gyorsan végzett egy statisztikát, fekete-fehér igen nem, 19 hétből 9-et hoztunk, 2 hét volt döntetlen, 8 hetet nyertek a hallgatók, tehát összesítésben ismét vezetünk. Ki a király, Jani? De úgy, hogy már ez a hét is benne van, tehát ne reklamáljátok, úgy jön ki az egy héttel vezetés, hogy ez a hét is benne van. Jéghideg ágyban ébredek. Fásztál éjszaka? Mert akkor lehet így a dal megmagyarázódik. Nem, nagyon nem. Klassz volt a szálloda. Ez egy nagyon jó kis szálloda, ez. Igen, ez. Ez előtti is jó volt. Mindegyik szálloda volt, jó volt, nagyon jó volt, tényleg gyerekek, egész héten kiváló dolgunk volt, kivéve a győri. Nagyon, egy olyan szép szállodában voltunk, nagyon. Hogy nagyon kis kellemes hely volt. Így van, nagyon kedves volt a kiszolgálás, és nagyon udvariasak voltak. Tényleg, aranyosak voltak, úgyhogy jó. Nem fáztam. Ja, hogy azért, hogy fáztam éjszaka, és akkor... Jéghideg ágyban ébredek. Az a, hogy ti is ezt mondogatjátok, ez most már tényleg beakadt. Jól van.
Oké, okay, na, a helyszínen választunk játékost, SMS-ben ne jelentkezzetek, jövő héttől lehet újra majd SMS-ben jelentkezni a játékra, jó? Egy jó hosszú hírblokk, valahogy éljük túl, és utána jövünk vissza már is. Jéghideg ágyban ébredek. Az. Tudod. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, nem megy ki a fejemből. 6 óra múlt 49 percet itt vagyunk. Van játékosunk? Felkészültünk? Hogyne volna. Gyerekek, hogy állunk játékkal? Anna megírta 3-1. Viszonylag jól. Viszonylag jól. Vagy 4-0. Mindegy is igazából. 4-0. 4-0. Mm-hmm. Igen, azt Anna nem írta most ide. De, ide írta. Várján, mindegy. Nyerjük, igen. 4-0, igazad van, Feri, tök jó. 4-0. Hát viccelsz, a király játszik egész héten. Ennyi, gyerekek. Mész, hasítasz. Kitelepüléseken mindig jó vagyok. Így van. Aztán... Nem, most kifejezetten jó a teljesítményed. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Zsuzsi, hello! Hello, sziasztok, szia. Fiúk! Hello. Hello. Ja, jó mindig, mikor valaki ennyire mosolyog. Már a szemed mindig is mosolyog. De jó, én mindig jó kedvű vagy? Igen. Az jó. Mióta vagy itt nálunk? Negyed hat óta. Negyed hat, az hát igen. Gyerekek, a pécsiekkel le a kalappa, vagy a pécsiekkel. Negyed hat óta. Nem pécsi vagyok. Nem? Hát? Nem, majd elmondom. Terv van. Itt már terv van, igen. Kivel szeretné játszani, Zsuzsi? Janival. De aranyos, hogy köszönöm szépen a bizalmat. Egy ötöske, Jani. Ez de nem ígéretek semmi játékos. Figyelj, nagyon izgulok, hogyhogy nem tudom, hogy mi lesz. Figyelj, nagyon hasít a Jani, úgyhogy ebbe belenyúltál. 4-0. Ezen a héten annyira visszaültél a lóra, hogy senki nem ül ennyire a lovon, mint te most így ezen van. A héten. Fogadtam Balázsra egy új jéger alsóba. Ha mindenképpen be akarom gyűjteni. Jó, és te mit veszel neki? Ha megcsinálod az 5-0-en. Egy eredeti Ákos kislemezt. Dúdolni halkan? Dúdolni halkan. Hiába hiszed, hogy nem vagy. Na, mehetünk? Zsuzsi? Mehetünk. 3, 2, 1, és tessék! Szia, Jani, kérdezhetek? Persze, van valami terved? Nincs, de tudod, hogy melyik városból jöttem? A legközelebbi. Majd elmondod. Szent Lőrinc. Szent Lőrinc. Tudod, hogy lőrinci vagyok? Tudom, igen. Jaj! Jani! Jani! Azért ajándékcsomag jár. Hát sajnos már kifogytunk, de természetesen igen. Jár. Zsuzsi pedig jól fölépítetted. Honnan igen, jöttem? Annyira, igen. És annyira izgultam, úgyhogy szerintem az volt a baj. Hát... Ott úszott el, amikor a Jani felállt és közeledni kezdett. Igen. A Zsuzsi felé gyerekek. És hatalmas méreteimmel szembesültél. Azt nem is láttam. Te vagy a legjobb pasi a hármatok közül, úgyhogy... Te aranyos vagy. Na bocsánat, ez a hatalmas méreteim, ezt is megmutattad? Mert én pont a gépre néztem. Tehát ez most, az, igen, ezt erről igen, lemaradtam. Igen, picit nem volt elég szűkre húzva, de elég szíjam és ízél. De hát... Te csak azért mondod, mert a Ferének a feje ködbe vész. Nem. A fiaim ugyanilyen magasak. Igen. Tényleg? És ők is kőbányákat reggeliznek, mint a Feri? Aha. Így van. Miért ennék én kőbányát? Hát, ha íhes vagy. Vagy volt egy fura összetételű széria arról Babyből? Én egyébként nem értem, hogy miért lesznek ekkorák a mai fiatalok. Fogalmam sincs. Az én lányom is hatalmas. Hát az én méreteim, ugye nem vagyok túl magas, úgyhogy nem. Most tudom. Már nem kell térdelned. Genetikailag egyszerűen előbb érnek. Komolyan. Tehát, hogy mi még 18 évesen is ilyen fiatalkák voltunk, ma már 12 éves kis kamasz úgy néz ki, mint a 18 lenne. Egyszerűen előbb érnek. Éppen elég baj ez nekünk, Balázs. Hát, figyelj, főleg nektek, ugye egy már közelebb az 50-hez, mint a 30-hoz. Ajaj. Zsuzsi, van egy ajándékcsomagod, ügyi voltál. Köszönöm szépen. Bögre van benne ajándékcsomag, egérrel látott egy csomó mindent. Na jó, még egy bögre és egy kört vinnél az autóddal, figyelj. És ez a kabát is nagyon csecse. Tudod, hogy mindent megteszünk a hallgatókért, de azt az egy bögrét is tessék nagyon megbecsülni. Ha mi azt úgy szórnánk, és mindenki ezret kapna belőle, nem is lenne értéke. Tudod, olyan ez, mint a gyémánt. Visszatartjuk a piacon mesterségesen, hogy legyen értéke. És amiért ilyen kimaszoltál, ezt is elvesz. Zsuzsi, maradsz még egy kicsit? Persze, végig. Jó, dobjál szórólapot, töltsél, okay, hát a 100 000-et nyersz. Köszi a játékot. Ciao. Hello, hello. Gyerekek, az 5-0, az 5-0. Ennyi. És ki csinálta meg? A Jani. Ez az ember itt előttünk. Ennyi. Nagyon nagy király vagy. Miért nem megy ez így az év többi napján is?
Hát lehet, hogy az inspiráló környezet miatt, amiben dolgozunk nap, mint nap. Tényleg jó vagy. Na jó van. Oké, 6 perc van pontosan 7 óra. Jönnek a hírek után jövünk vissza mi is. 7 óra múlt pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága pécsiek. Itt vagyunk, bevonultunk az üzletközpontba, benne vagyunk, kint lettünk volna eredetileg, de bent vagyunk. Néhányan kérdezik, kicsit komolynak tűnesen, hogy merre vagytok, itt bent. Hát ha kint vagytok, gyertek be, itt vagyunk az alsó. Mert ha mi nem vagyunk kint, akkor bent. Igen, vagy a földszinten tulajdonképpen. Ha jól gondolom, most már az összes bejárat nyitva van, úgyhogy könnyű minket megtalálni. Mi van, te már dobutővel vezényelsz? Igen, úgy éreztem, hogy ezzel egy kicsit, mint Herbert von Karajan, tovább tudom a izét, a sikítást. Herbert von Karajan. És az volt, de hát egy kicsit így leengedtétek egyébként. Nagyon jól indul Pécs. Jó, abszolút jól. Jó, elég ezeknek ennyi. Mindenhol más a vérmérséklet, más a temperamentum, itt kicsi erős. Ugye? Valahol hosszú elnyújtott nagy sikoltások, itt kicsi, de nagyon lendületes sikítások. És te miről beszélsz most egyébként? A sikításokról. Az óranyitó alatt hallható kiabálásokra. Na és most térjünk vissza a pécsiekre. Igen. Fönt pedig ott a karzaton, az első emeleten pedig. A karza, a zsőjében. Jó ide, jó. Néznek bennünket. Nagyon aranyosan. Nagyon, nagyon sokan vannak már itt az Árkád üzletházban, így van. Feri, hogyha majd befelé fáradsz a stúdióba, kérlek hozd majd magaddal azt a dobozt ott a lányok kezéből, mert aha, hogy... jó. Figyeljetek, nekik. Tudjátok, tarhálni nem szoktunk, de mindennek örülünk. Persze, nyilván. Főleg Jani, ha édességről van szó, akkor... Sütike. Igen, ez az a süti, ugye a lányoktól. De ti vagytok azok, akik nem kérnek érte semmit. Ugye, köszönjük szépen, nagyon rendesek vagytok. Drágák vagytok, köszönjük szépen. Na, mondjad. Mondtam egyébként, hogy voltam fönt tegnap a tévétoronynál. Hát, nézd. Miért gondoltam, hogy te ködbe is felmész botorkálni a tévétoronyba? Hát, hardcore turista vagyok, mert szakadt az eső egyébként, de ennek elére felmentem, mondjuk fölfele taxival, lefelé tömegközlekedéssel. Csomóan voltak egyébként fönt. Összesen szerintem voltunk 5-en, ebből 4-en a személyzet ezt tartoztak. Egy karbantartó, 2 pincér az étteremben, te meg egy kóborkutya. Nagyjából így tudom elképzelni. Iszonyú kedvesek voltak, nagyon aranyosak, picit meglepődtek azon, hogy felmentem, azon önmagában nem, de hogy aznap mentem. Föl, tehát tegnap, azon igen, de maga az élmény a szenzációs volt. A tévétorony zseniális, fölmentem, megnéztem fölülről Pécset, már amit lehetett belőle látni. Ez a fölülről Pécset 10 méteres látótávolság volt, tehát bőven biztos megérte felmenni. Találkoztam a Janival a szálloda haljában, mert aki jött gyakorlatilag csatakra ázva, akkor az már a harmadik átöltözése volt, és mondta, hogy ezt nézd meg, milyen képet csinált alatt, ezt nézd meg, selfie. Ott az zöld, selfie, ott a ködben. Így a Jani, körülbelül látszik, és egy rettenet nagy fehérség mögötte. Semmi durva volt. Kérdezte tőlem, hogy esetleg te nem jössz föl Balit? Annyira őszintén tudtam, hogy nem. Tehát, hogy semmiféle vonakodás vagy gondolkodás nem volt a hangomban. De tényleg minek? Mert ha fölmész, ha tényleg szép a látó távolság, tehát szép a kilátás, ha Megmondjam neked miért, mert ilyenkor senki nem megy fel. Én most egy olyan élménnyel gazdagodhattam, amivel nem rendelkezik semmi. Rájöttem, te senki. Te nem láttam semmit, de csak én tudom, hogy nem láttam semmit. És hogy ilyen időben mit lehet látni? Semmit. Rájöttem, hogy te tényleg mizantróp vagy, te gyűlölöd az embereket. Tehát neked az igen, annak a négynek is mondtam, hogy légy szíves, fáradjatok ki a tévétoronyon kívülre, mert az élményt csak magammal szeretném megosztani. Te egy ilyen emberkerülő vagy, egy erdő közepén kéne jelen. Ez egy ilyen közönség találkozón tök jó, hogy embergyűlölő. Ugye? Ő nem vágyik jobban ember a magányra, mint ő, komolyan mondom. Tehát én azt az utat is megéreztem. Nem, a magány vágyik rám. Tessék? A magány vágyik rám, mert mindig találkozok vele. Igen, mindig egyedül botladozol valahol, vagy botorkálsz. De egyébként maga a hely amúgy zseniális, hihetetlen szép természeti környezetben van, tiszta időben akár Horvátország is el lehet látni, illetve a hely üzemeltetője szerint, aki már járt 197 méteres magasságban is, amikor új tetőt kapott, illetve új csúcsot kapott a torony, akkor ő ellátott egészen a Balatonig, ami megdöbbentő. Ez a keveseknek adatik meg, mert hogy egyébként a kilátó maga az 75 méter magasságban van, illetve 80 méter magasságban is van egy nyitott része. Hát ez a tárgyi tévedés. Hát, bocsánat. Fölmentünk egyébként, kinyitottuk az ajtót, félig nyitottuk mi, félig pedig a szél, aztán nem tudtuk becsukni, mert iszonyatos orkán volt kint, és hát... De kötöttek előtte madzagot a lábadra, hogy fölkap a szél, igen. Akkor valahogy meg lehessen fogni. Odaadtam nekik a személyes irataimat, hogy tudják majd azonosítani a holttestemet, de utána le tudtuk csukni az ajtót ketten. Figyeljetek, amúgy a hely tényleg zseniális, tehát majd valamikor tiszta időben visszafáradunk majd, és megnézzük még egyszer. Nem tudom, itt belül motoszkál valami, nagyon sajnálat benned is, Feri. Tehát, hogy valami olyan kínzó maró fájdalom jött most rám, hogy nem voltunk benned is motoszkál. Ugye, hogy a hiány keserűségért, hogy ott állhattunk volna veled. Abban a hatalmas ködben, a -4 fokban, a jeges északi szélben. Komolyan mondom, annyira sajnálom. Pedig gondoltam rátok, hogy milyen jó lenne ott sétálnátok velem bent a belvárosban, zuhogó esőben. Istenem, váld összeérve. Leértem a barbakához, kinyitottam az ernyőmet,
először Pécsett, és utoljára, mert abban a pillanatban gyakorlatilag az egész használatlanná vált. Utána még keresztbe egy kicsit végigsétáltam a városon, ami amúgy gyönyörű szép, nagyon természetesen, mint mindig. Akkor átaludtunk, nem Feri? Így, ahogy van. Akkor átaludtunk a szállodában, hogy már nem együtt. Volt egy pillanat, amikor így éreztem, hogy megfordulok, mert mondom, szegény Jani az hol esőbe, lehet? Hol lehet? De én legalább te voltál az, aki rám csörögtél, hogy bali. Igen, te nem tudsz valamit a Janiról, úristen, hol lehet most? Indítsunk utána expedíciót. Olyan szívesen lennék ott most vele. Általában mondjuk én jobban jártam, mert mondjuk a tévétoronnyal álmodtam, és nem pedig Kovács Ákossal. Az se rossz. Miért mondod? Néznek a csillagok, bennem most is béke van. Kérem, nem megy ki a fejemből egyébként. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír. Budaörsi úton a hatóság szinte beleolvad a fasorba és a tájba, de a gyökerek látszanak, írja István. Oh, de szemét! Gondolom a fasorra írta. Ne bántsuk őket. Keszthelyen van egy fehér Skoda, ami szintén méri a Hévízről érkezőket, ez Gábor küldte. Kaposváról kifelé a Dombóvári úton fekete Skodából mérnek üzeni Sanya, és mérnek a rendőrök az M0-áson, az Annahegyi pihenőnél az M5-ös felé. Ezt Józsó küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán hol van Bobek, kérdezi valaki. Azt mondta, Pécsen valószínűleg itt lesz. Gyerekek, nem hoztam. Az anyósom elvette tőlem. Látta, milyen állapotban ment vissza a kutya. Látta azt a lelki terhet a kutyán, hogy berasztásodott szőrrel. Konkrétan. Éjségtől kopogó szemekkel és írtozatos szorulással. Igen, ő minden este kifésüli a szőrét. Én kivittem esőbe, szélbe. A kutya úgy nézett ki, mint Tina Turner. Komolyan. Tehát olyan lett a 2 centiméteres minden szőre. Minden este kifésüli a szőrét a mama. Igen, és közben ezt a kutya is nézi. És a kutya is ott van vele közben. Meglátta, és azt mondta, nem. Tehát, hogy ez nem való nekem egy ilyen állat, úgyhogy nem engedte már el velem. Még ott picit próbáltam, hogy hagyj hozzam el, de nem. Bobeket elvették tőlem, úgyhogy nem tudok róla semmit. Gittelte már, nem, hogy van, mi van, merre van a kiskutya. Nem, ő már nem stábkutya, sajnos. Amikor megérkeztél az anyósodhoz, akkor Bobek így láthatóan imádta a helyzetet, és röpült oda anyukához. Azonnal elárult. Kicsit visszanézett, pisilt egyet. Semmi, vissza se nézett, kész. Utána meg már ott volt az anyósom, tudod, de tényleg ezt csinálja, és akkor már nagyképüsködik. Tudod, akkor már rám néz, dob egy pillantást, de megy, mintha ott se lennék. Addig tudod, kisbarátja voltam, mert nem volt ott a, nem volt ott a gazdája, de nem. Egy megvető pillantással nyugtázta, hogy ott vagyok, és már nem érdekeltem. De egyébként megdöbbentő volt az a szeretet, meg gyengétség, amivel közeledett Bobekhez Balázs. Igen, tehát, én nagyon szeretem azt nagyon a kutyát. Biztos, hogy van valami bajszínű nadrág, ami ezt passzolt a színe a kutyának, mert tényleg annyi szeretet volt benned, nagyon ahogy cuki. Beszéltél róla, nagyon ahogy becézted, hogy vigasztaltad. Igen, nagyon kis cuki. Még az ágyba is föl szoktam engedni, csak nem mindig jön jól. De Viki nem engedi. De komolyan, mi nagy barát. Jaj, de nyalod az arcomat, teki. És képzeld, ez egész emlet ezt hallgatta. Egy kis magyarókrém csodákra képes. Igen. Komolyan mondom. Hova kened a kutyán? És most végigcsorgatok a testemen egy kis nyuszi szószt, ide is. Jaj, oda is csöppent egy húha. Nem, én nagy kutyás vagyok egyébként, imádom a kutyákat. Fiúk, sajnos nem tudok ott lenni Pécset, de minden reggel hallgatlak benneteket itt Dombóváron. Imádlak benneteket, Ferinek, Janinak boldog szülinapot, puszi! Írta nekünk. Nekem még nem aktuális, Ferinek pedig már sajnos. Ja, tényleg, ma nincs. Aj, hogy leperget, nem? Hogy elhussant. Jaj, gyerekek, közelebb az 50, mint a 30. Bizony. Kemény ez. El ne felejtsd egy kis ötössel megkínálni Ferit az Atletico győzelmére a Barca ellen. Hopszi! Ez foci? Ő nyer. Egy ötössel jövök a vihar miatt, mert nem volt hó. Nem volt hó, hát úgyhogy ezt majd csengetem. De jó, akkor egy ötös dobjunk erre is, hogy 10 legyen. Majd meglátjuk. Hihetetlen, hogy visszakapsz 5 rúgót az uzsorásodtól. Igen. Elengedtem a kollégámat Szabira, amivel jöttetek, remélem ott van veletek. Attilának hívják. Az Attilát tegyék fel a kezüket? Attila, ki az Attila? A haverja elengedett Szabira vagy a főnöke? Nem, a főnöke Kinga. Aha. Kinga, csak mondjuk neki, Kinga a főnököd? Neked Kinga a főnököd? Kinga, itt van, jelentkezett. Jó? Itt van. Megérkezett, tehát nem volt kamu, hogy hozzánk jön, tényleg itt van. Picit zavaros a tekintete, valószínűleg már ivott. igen, de megérkezett. Jaj, gyerekek, olvastátok, hogy megszűnik az IVIV? Hát nem is tudom, hova legyek. A fenébe. Mi az? Az analóg ember ebben a digitális világban. Gyerekek, az IVIV az egy nagyon nagy sikertörténet, és ráadásul ugye egy magyar sikertörténet még a Facebook előtt, valamikor 2009-ben vagy 2010-ben ért össze ugye a látogatottsági görbéjük. Ugye ez volt tulajdonképpen a Facebook elődje. A magyar Facebook, amit sokan már nem ismernek, mert akik elkezdtek ugye közösségi portálokon ismerkedni, azok már lehet, hogy egyből a Facebookra mentek. De az IVIV, ugye, hát ez hasonlóképpen működött, mint a Facebook, ugyanúgy képeket lehetett föltölteni rá, bezárja a kapuját,
és szépen lassan lekapcsolják a portát. Hát azért ez egy nagy sikersztori egyébként. Igen, hát hogyha olyan nagy sikersztori lenne, akkor nem zárnak be a boltot. Hát nyilván a Facebook agyon vágta, de egy sikersztori volt az éveken keresztül. Igen, jókor hát csináltak belőle biznisz, de egyébként én megmondom őszintén, hogy nagyon sajnálom ezt a dolgot. Főleg azért, mert valahogy így, nem tudom, annyira jó volt ez az egész szitu, hogy hirtelen rá tudsz találni olyan régi arcokra, osztálytársakra, barátokra, barátnőkre a múltból, az IB-ben keresztül, akikkel már nagyon-nagyon régóta nem találkozt, és fel lehetett velük venni a kapcsolatot, vagy legalábbis meg lehetett próbálni, akik aztán nem válaszoltak nekem, rohadjatok meg. Én ott hagytam abba, amikor egyszer megnyitottam, és 1200 vissza nem jelölt ismerősöm volt. Én azon még egyébként voltam, veled csináltuk közösen a fotót. A fotó arról szólt, hogy letettem az arcomat az asztalra, kiszortunk ilyen M&M cukorkákat. És ez volt a profilképem, hogy fekszem az asztalon csukott szemben, és előttem néhány ilyen kis cukorka, mindenki begyógyszerezett, és rendesen, ugye kitöltve, hogy mit a rádió DJ, meg Z+, meg stb. És ilyen naponta ilyen 200-300-al nőtt a vissza nem jelölt ismerősök száma. Egy ideig az elején mindenkinek egyenként válaszoltam, hogy igen, én vagyok, ez ment ilyen 50 levélig. Kedves Lajos. Ja, pontos sémot. Igen. Én vagyok az igazából. Csak én ezer valamennyire azt mondtam, hogy nem, én ezt lejövök. De mivel nem is voltál? Nem. Soha? Sem fogalmam nem volt, hogy mi az. Én az első ilyen dolog, aminek tudtam örülni az elektronika világából 30 évesen a villanyvilágítás. Amikor bekötöttél. Aztán jött a vezetékes vibrátor. Azon gondolkozom, hogy ugye ez az internetes ismerkedés, ez nagyon megy, nem? Nagyon. Tehát az interneten álltok a magyarok egyharmada is interneten ismerkedik. Most ez, hogy Facebook vagy társkereső, ezek inkább társkereső oldalak, csak hogy ugye itt mindig ki kell tölteni egy profilt, tudod? Mondjuk, ha nézzük a társkereső oldalakat. Hogy kedvenc hobbi, meg ilyeneket? Hát nem, ha mondjuk kereselte magadnak egy férfit, akkor hány éves vagy, nő vagy, férfi vagy, mi a foglalkozás? Lehet, old? Hogy mi nem keresünk férfit, a Janival. Vagy melyik oldalon be van írva, hogy kedvenc hobbi? Frodo. Frodo.lap.hu. Bilbo. Megyéből. Szóval, hogy... És vajon itt ebben a témakörben, nem csak gondolkozom, ugye a férfiak is töltenek, és a nők is töltenek profilt. Szerintem ki az, talán aki? A keresztnév az igaz belőle. Igen, hogy hazudnak-e ilyenkor, mert közben itt az IBU-ról olvasgattam, és egy cikk is megütötte a szememet, hogy a legfrissebb kutatás szerint minden harmadik internetező már neten ismerkedik. Tehát aki netezik, az egyben neten ismerkedik is. Ki az, aki vajon többet hazudik magáról? Aha, szerintem a kérdés inkább az, hogy ki az, aki igazat mond. Ki az, aki kevesebben vannak. Igen, és hogy mi az az igazság, amit leírnak egyébként. Mert tényleg a keresztnémek kívül szerintem gyakorlatilag, talán még a vezetékben is persze, ha egyáltalán beírják, akkor azon kívül gyakorlatilag minden kamu. És a fénykép is az. És a fénykép, hogyha megfigyel a fényképeket, mindenki a lehető legjobb formáját nyújtja. Tehát, hogy ha ismerkedni próbálsz, akkor nyilván nem teszel fel egy kozmetikus, ilyen... fodrász, tudod, legszebb ruha, olyan háttér, stb. Ha egyáltalán ez van fent. Igen. Miben hazudnak a nők? Vagy mi az, amiben hazudhat például egy nő, amikor fönt van egy ilyen internetes társkeresőn? Például abban, hogy milyen a családi állapot, azt szerintem abban hazudnak. Igen. Nem? Nem a méret a lényeg. Próbálj belegondolni, tehát te nő vagy, és kitöltesz egy profil. Tessék, mi az, amiben hazudsz, vagy mi az, amit megpróbálsz nem igazat mondani. De hogy a családi állapottal kapcsolatosan arra gondolsz, hogy van férje, de közben keresgél? Persze. Hát hogyne? Hát a családi állapotot ki kell ugye töltened. Abban már egyértelműen hazudik a nő, nem? Uh-huh. Ha mondjuk férje van, vagy felesége van. Mondjuk inkább férje van egy nőnek. Hát, felesége ritkábban van. Miben hasonlít? Vagy miben a méretek, igaza van olyan nőnek egyébként. Igen, szerintem abban lehet, ki mindenki 90-60-90. A neten mindenki 90-60-90. Mások által csinosnak mondott. Jó, bocsánat, ez nem hazugság, mert tényleg csak mások mondják. Igen, csak vele már nagyon régen találkoztam. Tehát a méretben szerintem hazudnak? Szerintem a méret, aha. Szerintem egyébként ott lehet gyanakodni, ahol nem saját fotó van felrakva, hanem mondjuk egy nem tudom, egy fésűs kagylóból éppen kikelő, gyönyörű, hogy hívják, gyönyörű, fantasztikus, angyali testű nő, akinek pillangó szárnyai vannak. Na kb. Az ilyen fantázia kategóriába tartozó ilyen kis profilképek, azok már sejtetik, hogy ott azért a valóság egy picit nyersebb. Olyankor visszakérdezik, hogy ez te vagy a képen? Ja, igen. És jó. Ezt nem értem például, aki más képet tesz föl magáról. Az utána, hát ha találkozol vele, akkor az kiderül. Nehéz, nem? Nehogy föl a lámpát, nehogy föl! De már én vagyok az. Már egy sötét helyen találkoztam. A férfiak miben hazudhatnak?
Családi állapot szintén az egyértelmű, biztos, tehát az nyilván letagadják. Mi az, ami még, amiben igen. még... Nem iszom, nem dohányzom. Magam által átlagos testalkatonak, mások által alacsonynak mondott fiú vagyok, de csak irigye. Tessék, a korban inkább egy ilyen profillapon a nő hazudik, nő. Vagy a férfi hazudik? Biztos, hogy a nő tagadnak lefelé le. Kanyarít? Szerintem igen. Én azt vettem egyébként észre, hogy egyre inkább a férfiak is kamuznak. De mégsem vagy 44. De most komolyan. Hogy lefelé kell igen, hogy a férfiak igen. is elkezdték ezt tolni, hogy nem vallják be a saját korukat, illetve csak részben. Tehát, hogy gyakorlatilag nem derül ki, hogy hány évesek. A férfiak is egyre hiúbbak. Azt megfigyeltem az ilyen profilképeknél, leginkább ez a férfiakra jellemző, hogy mindig van a férfiaknál egy kép, ahol menőznek. Azt észrevettétek? Tehát vagy egy tengerparti kép egy koktél előtt, vagy a barátjával áll egy sportkocsi előtt, vagy végbordozik. Ami nem vagy, az övé. Nem az övé, de hogy a pasiknál mindig van egy menőzős kép. Ezt tudod? Hogy ez így van, sportkocsi, valami vízisport, bármi. Egy menőzős kép, nem? Tehát olyasmire gondolsz, hogy mit tudom én például Feri kimegy hátra a Metalártnak az udvarára, odáll a kocsid mellé, és aztán odaírja a kép mellé, hogy tavaly a 39. születésnapomon készült. Soha nem állnék a mellé, a roncs mellé, elárulom. Soha nem állnék oda. Na végezzünk egy kis közelműkutatást. Jó, mert már életember ember vagy, hiszen igen, már megkomolyan 38. Csajoknak nincsen menőzős kép például, nem? Biztos? Dehogy nincs. Igen? Dehogy nincs. Kérdezz már meg egy-két embert, Feri, hogy... Jó, jövök, kösz. Igen. Hogy menőznek-e? Mit tesz neki? Jó helyen vagy. Neked van menőzős képed a Facebook oldaladon? És hogyan tudnánk azt megbökni? Hello. Nem hiszem, hogy van. Nincs-e? Hogy hívnak? Hello. Krisztina. Kriszti, egyetértesz az, hogy a pasik mindig kiraknak egy menőzős képet? Tehát az mindig van a pasiknál, nem? Nem értem, mit mond. Hogy menőzős kép a hapsiknál van-e? Lassabban, tagoltabban légy szíves. Van. Ugye, bár én azt nem nagyon tudom értékelni, de van. Ugye, sokunknak van. Vagy napszemüvegben a haverokkal, igen. koktél előtt a Balaton iszonyat partján. Iszonyat triceps póz. Igen. Óriási fukszal. Óriási fukszal, így van. A tetkó az legyenként, ugye? Tetkót van, vagy félmeztelen kép a pasikról. Kocsi mellett. Fura, hogy többet tudok pasi portfóliókról képen. Akartam mondani, hogy gyanús egy kicsit. És a csajok nem csinálnak ilyet soha? Tehát nálatok nincs, hogy mit tudom én, egy óriási gyémánthoz odaállsz valami kirakatnál? Nem, a csajoknál hát, tudod? Nem, de mondjuk szerintem mondjuk a felső testmutogatás, vagy alsó, vagy ilyesmi, az a lányoknál is megvan. Abszolút, csajoknál két dolog van, ha a profilképet nézel. Egyik, milyen jó fejek vagyunk és vagányak a saját barátnőinkkel, nincs olyan csajos kép, ahol ez nincs, tudod, hat csaj együtt, napszemeg nagyon mosolyognak, de mindig lehet itt öleg, van. Lehet, hogy a kevésbé dekoráltakkal, egyébként, hogy a kevésbé dekoratív igen. barátnőkkel fotózkodnak, kép hogy érezhet, hogy legyen a kontraszt. Csajok buliban, igen. mi buliban, bulizunk együtt, ez mindig van, tehát buliskép mindig van, illetve amit te is mondtál, igen, a fürdőruhás kép, villantás, akinek ugye olyan testi adottságai vannak, az mindig megvan. Igen, két napig nem eszek, behúzom a hasam, előtt elmegyek Szoliba. Igen. Nektek mi a profilképetek, vagy van egyáltalán? Feri, neked van? Várjál csak. Mit csinálsz? Napszemekben funkítasz az alfa mellett? Persze, igen, mesztelenül. Nyilván egy fél disznóval a hátamon. Persze. Nem, így fogok egy fél disznót, ennyi, nyilvánvaló. Igen, ez. Azon gondolkodom, hogy micsoda. Ja, egyszer volt a Newsis magazinban egy ilyen kis interjú, és ott nagyon jó képet csináltak, én azt tettem mit föl. Csinálsz? Funkítasz tehát funkítok, igen, gitárral. Na, most akkor mondom, hogy mi a Feri képe, jó? Mert én nem láttam még eddig a Feri Facebook oldalát. Az egyik egy nagyon kemény bőrcsaki, ami egyébként nincs a Feri nagyon ez soha. Ez ki? Ki az a jóképű csávó? Feri napszemekben funkít egy gitárral, csak úr, mondom. Ez legalább 4 óra utómunka Photoshoppal. Nagyon tévedsz, 15 kisfiam. A másik pedig egy Francesco Tuttimo Zakó, és Feri egy gyönyörűen brandingelt napszemekben elnéz a semmibe életlen háttérrel. Mekkora funkítás, gyerekek. Mekkora funkítás. Rajos, nagyon a képet? Nagyon rajos. Nagyon rajos. Nem, hogy nagyon rajos, olyan figyelj, rajosat te még nem látsz. 10-es skálán 9-esen rajos. Figyelj, megmutatom. Nem, 10-es skálán 11-esen rajos. Megmutatom, nézd, hogy funkít a Feri? Oda nézd, milyen menő vagyok. Oda nézd. Nézd meg, na, ki a király? Ja, hát. Aha. Nem akármi, rajos? Nem? Ja, nagyon, tehát Feri a király. Megbökném. Mi még ilyenek nem látjuk hogy a Feri. Látod? Feri, ez a bőrcsek itt honnan? Ez egy jó kabát. Hát persze, hogy az. Persze, ez honnan? Ezt te honnan vetted? Mi az, hogy honnan vettem? Van egy ember, aki szállítja nekem a menő cuccokat, érted? Ez nagyon menő. Na tessék, kinek van még menőző profilképe? Végezzünk közelmény kutatást. Ott erre jelentkezik egy srác baseball sapkába. Mi a képed? Egyet mondhatsz. Hát, fejest ugrok mondjuk a Balatonban, volt az is. Volt benne víz, tehát úgy ugrottál, hát, hogy egy 30 centi. Nem, még 3 évvel ezelőtt, amikor még csapomom volt. Igen, és 2 évig nyakmerevítőben jártam. Ja, azért vagyok ilyen. Miért akar az ember mindig ilyen képet kitenni egyébként, hogy menőbb legyél tényleg?
Tehát a csajok együtt buliban, a pasi, aki menő, valahogy így próbálod magadra fölhívni a figyelmet. Na itt nem? A csajok hát együtt igen. Buliban, na. Figyelj. Van csajok együtt buliban képet fönn? Biztos van. Az mindig? Ó, van. Na. A by the way-jel pózolunk. Most a menőségről beszélünk. Igen, ezt egy év múlva már leveszed. De a kedvencem az az, amikor az Angry Birds-on megpózolok. Hol börtönben? Az Angry Birds-emmel. Ja, Angry Birds. Azt hiszem az Angry börtönben, mondom. Az nincs. Hogy kerültél te oda? Hát... Figyelj, és a by the way-jel miért fotózkodtatok meg? Sajnáltátok őket? Vagy... Igen. Nem volt senki a hakniukon, és oda mentetek? Jó, a by the way, egyébként szeretitek jó. Őket? Csípitek őket? Mondjad? Nem? Ott hát a... úgy elmegy. Aha, a másik lány szólaltat meg, Feri, ott mellette? Nem. Csak berángattak. Mert volt az árkádban, és berángattak. Ezt nem akarom tudni, ja, hova rángattak. A berángatott a by the way, de hát azok még nem olyan fiúk. De ott volt az egész csapat. Ők voltak. Aha. Ott áll mögötted egy idősebb srác. Van menőzős képed? Ott itt előtted fülbevalóban nincsen? Facebookon se vagy? De, fönn vagyok, csak nincs menő profilkép. És nincs menő profilkép. De milyen? Csak egy sima profilkép, vagy másnak a képe? Nem, egy más kép van fönn. És téged rángattak már be valahova? A by the way tagjai rángattak már be valahova? Most elmondhatom. Hallottok ott ki minket egyébként? Jó, hallottok? Jó. Megvan még a csajoknál mi a menő kiskutyus kisállat. Ez tipikus megint, nem? Tehát egy körcsögöt kirakok, egy kiskutyát kirakok, tehát abszolút tipikus, hogy gondolkoznak a lányok és na a fiúk. Na most megkapjátok a mi a menőt. Figyelj. Na mi a menő? Nekem az egyetlen menő képem az, menőzős képem, amin a Janival pózolok. Na tessék. Na, látod? Jó, de ezt megértem. Választani hát. Tudni kell. Gyerekek, Janival a Facebookon egy közös fotó, hát, az valóban. Jó, egy srác Nightwish pólóban mit is mondhatna más? Alap. Érted. Te is fotózkodnál a by the way-jel? Isten őri! Igen! Csak a sírhantyúkon, öcsi! Neked itt az elsősorban hello, jó reggelt! Na hello. Neked biztos van, bulizunk a csajokkal képen. Nem, nincsen? Én nem szoktam bulizni. Nem szoktál bulizni? Mi olyan csinálsz? Vagy, csak a könyvtár. Nem voltam még by the way koncert. Most komolyan könyvtárosnak tanulok. Ne hülyéskedj! Tényleg? Azért mondtam, hát én nem vicceltem, hogy csak a könyvtár. Mondjad? És most fogok államvizsgázni majd, úgyhogy nem mérek rá bulizni. De egy könyvtár államvizsgán mit ír az ember? Bemegyek és vannak könyvek, nem? ABC sorrendben. Egyszerűsítetted, ezért is olyan gyors a vizsga. Nem, hát az ennél bonyolultabb. Aha, és könyvtáros leszel? Aha, igen. Jó gyerekek, csak mondom, hogy a könyvtárosok kis szeművel, kis visszafogással. Ő könyvtáros vagyok, persze könyvtáros vagyok. Jöjjön csak hátra a raktárba, Balázs. Csak mondom, hogy én egyébként 5 éven keresztül voltam könyvraktáros, és hogyha az Országos Műszaki és Információs Központ könyvtárának liftje tudna mesélni. Néhányszor beragadtál, vagy mi történt? Aha, néhányszor beragadtam, igen, de aztán egyedül. Új lendületet vettem. Szóval a könyvtáros csajok azért általában visszafogottak. Mit persze. Láttál benne, vagy miért? Miért a könyvtár? Te mit láttál benne, miért a könyvtár? Hát igazából nem tudom. Az a jó kartotékozás. Melyik könyv miatt választottad ezt a szakmát? Az Illatos kert vagy a Kámaszútra? Nyugodt, visszafogod. Aha. Na jól van. Oké, kinek van még menőzős képe? Tessék. Ott hátad mögött jelentkezik. Mit van? Nekem veled van képem. De hát az nem lehet menőzős szívem. A Ferivel van képen? De hogy nem. És ki is tetted profilképnek? Te durva. Gyerekek, egy-egy, Jani. Látod? Hmm. Meg van egy a kaszával. Na, igen? Az menő. Hát figyelj, azt egy év is leveszed, szóval az most még fönn van egy év múlva. Aha. Hallottad már a Hello idegent? Tessék? A Hello idegent hallottad már? Igen. És még nem vetted le a képet? Nem. És tetszik a dal? Igen. Vannak ezzel így egyeket. Az a jó. Na, most ezt őszintén kérdeztük. Na jól van, oké. Tehát megfejtettük akkor a dolgot. Ugye? Te pózolj celebbel. Így van. Csajok buliban. Rángatta is be magad valahova by the way-jel. Fiúknak menőkép, sportautó, Balatonba fejes, félmeztelen kép koktéllal, nagyjából ez van, ugye? És cuki állat szintén csajoknak. Tehát ezek a menőképek. Na mindegy, hát rest in peace, ahogy szokták mondani. Hát ez igen, egy nagy-nagyon sikersztori azért már, ami az Ivivet illeti. Volt itt még valaki Iviven, emlékeztek rá? Vagy itt már mindenki Facebookos, volt ugye? Volt Ivives? Ivives, hát egyen-ketten jelentkeznek. Aha, igen. Jövök, igen. Várjatok. Igen. Igen. Ne? Mi az, hogy ne? De. Voltál-e Iviven a kérdés, B, van-e közös fotót sztárral a Facebookon? Voltam, és hármatokkal Igen, amikor itt voltunk Pécsen? Igen. És most újra itt vagy, de jó. Látod? És Ferin akkor is Giorgio Carpaccio öltöny volt? Persze, mindig ugyanazt hordom. Ja.
Milyen jól nézett ki, hogy nem volt gáz. Ennyi, köszi. Mekkorát fánkít a Feri a Facebook képén? Most azért ezt nekem gyerekek, én nem tudtam, én nem láttam. Majd átküldöm a teljes portfóliót, és menőzi. Tudja, mekkora, mit nézegetni. Mekkora fánkítás van, nagyon kemény. Na jó van. Oké, írjatok, drága hallgatók, jó, hogy őszintén tessék, mindenki tanúsítson tényleg őszintességet, ki mivel menőzik a saját képén, jó? Kinek mi van a profilképén? Csajoknak bulizunk együtt a csajokkal, kisállat, vagy pedig fürdőruhás kép, a pasiknak pedig, hogy ki mivel menőzik, jó? Írjatok SMS-t, mi pedig jövünk Góven bácsival, mindjárt a hírek után. 3:48 lesz, pontosan egy perc múlva, hello mindenkinek! Itt vagyunk. Drága pécsiek, ha valaki még keresse bennünket kint, ne keresse, jöjjön be. Itt vagyunk, jó? Az Árkád üzletházon belül a földszinten. Így van. Földszinten, igen. Itt a zárjuk benne a nevében tavaszi rócsónkat. Igen. Nyomokban azért tartalmazott tavaszi elemeket hétfőn kedden még, ugye? De hát hétvégére azért egy kicsit bedurult. Ivet. De már keleten állítólag ma kisüt a nap. Gyerekek, úgyhogy ott beborul fél óra múlva. És három év óra múlva zúgni fog. Nem, állítólag szépen tényleg hétvégére már alakul a jó idő. Jövő héten szerdán 30 fokot mondanak. Nagyon menő, igen. Nagyon menő, csak Kubába. Mi szerdán ülni fogunk bent a stúdióban, tudod? Igen. Na nézzük, hogy ki mit írt nekünk SMS-ben, mert hogy vannak menőzős képek, fiúk, lányok írtak nekünk mindenhonnan. A nyaraláson a Balatonon punnyadok egy gumimatracon napszemüvegben, szalmakalapban, sörrel a kezemben, voltak kommentek a kollégáktól, amikor felraktam. Az anyósommal közös a profilképünk Bruce Lee felirata. Az enyém a Bruce Lee, az övén az van, a sárkány visszatér, írja. Írja egy hallgató. Darus teherautóval járok, tavaly nyáron nagyon meleg volt, ezért úgy döntöttem, lemegyek a Dunapartra a teherautóval, majd beletolattam a Dunába, és kinyújtottam a darut a Duna fölé, majd onnan ugráltam a Dunába. Na, az frankizős, az komoly. A kollégám pedig lefotózta, és nem profilképnek, de felkerült az oldalamra. Ez menő, nem? A céges autó mellett pózolok, amin kék megkülönböztető lámpa van, fekete négykarikás autó, állami államtitkári gépkocsi vezető vagyok. Don Hino küldte nekünk. Török hajókirándulás hajó orrán álló kifeszítve Titanic pózban, klasszik, Matyi küldte. Csak is a 2 hónapos gyerekemmel, akinek annyi a haja, mint a Moncsicsinek. Tuti sikerír a Laci. Ezt sokan írják a kisgyerekkel pózolás, hogy az szeretik. Egyébként az tényleg menő, nem? Aranyos, igen. Ha más gyerekek, az inkább ciki, de a sajátod az jó. Ha minden, most kölcsönkérsz egy gyereket, hogy menő legyél, az nem annyira. Minden szülő szerint szép a gyereke. Igen? Uh-huh. Igen. Miért te más gondolsz erről? Nem, az enyém szép lett. Ja. Gyerekek, az elején azért végigmentem a soron. Meglepődtem. Azt mondja, hogy barátok közben Vili bácsival menőzöm. Puszi Anita. Nekem van olyan képed, de nem jutott még eszembe. De föltenni. Én csináltam velük képet. Nem mondta, hogy nem menő Vili bácsival a profilképet. És Magdi anyussal is. Igen. Nekem a legmenőbb képen, amikor a Prügyi pózolok a Prügyi duóval, írja egy másik hallgatónk. Kikérem a fiúk nevében a menő profilképeket. Én csak egyszerűen állok a Times Square-en egy Mustanggal. Nagyon jó. Csajoknál tükörrel szembefutózás, ugye? Klasszikus. Hát azt nagyon szereti. Azt nagyon kis csücsörítés. Kinek van csücsörítős képe fönn? Tessék őszintén. Csücsörítős kép tükörrel szembe. Istenem, a szentpécsiek oda persze, néz. Persze, senki nem jelentkezik. De puák, egy srác bejelentkezik. Erről van szó, király vagy haver. Mesztelen, félmesztelen? Tanga? Jól olvassam? Jól. De a fején. Nagyon tudok szájról olvasni. Igen. Van ezen nagyon fura a kép még egyébként a csajokról, amikor beszemcseppeznek és fölfele néznek. Az miért van? Na, ilyet még nem láttam. Csinálnak? Amikor irgalmatlan nagy a szem, tehát hogy ráközelítenek az arcra, és így néznek így fölfele. És hogy ez miért jó, ez miért menő, ez miért csak fölfelé? Nézd csak fölfelé, és csücsörít. Az a durva, hogy lájkolnálak. Tehát, igen, visszajelődnek. De ráadás még egy kis duck style is hozzá. Gyerekek, szörnyen analóg vagyok, hogy nem vagyok a Facebookon? Tehát, nem hiszem. Kezdek lemaradozni? Tudjátok, elindul majd az a korszak, amikor ha nem tartod a lépést... Vagy csak kamu oldalakkal. Na, több száz kamu oldalal, igen. Amikor nem érted majd, hogy a te gyereked már mit csinál, és ezért, ha másért nem, ezért föl kell menni, hogy ismerd azt, amit ők csinálnak. Mert egyébként lesz már egy pillanat, amikor lemaradsz erről a kicsit digitális világról. Hogy te mivel tudnád bizonyítani, mert ugye nagyon sok Sebestyén Balázs van fönn a te képeddel egyébként, legalább sok, négyet sok, lehet tudni. De mivel tudnád bizonyítani, hogy ez a te oldal? Az autót szerviz listájában. Ez mondjuk igaz. Az 3 oldalas. Ez Jani, ez jó volt. Az 3 oldalas, pedig nincs még egy év, és az autó. Igen, a gyerekek, az angolok, vagy igen, na mindegy. Gyerekek, maradjatok a német autónál. Mivel tudnám ezt bizonyítani? Hát arról, hogy például csinálnék olyan képeket, ahol ugye mondjuk 3-an vagyunk, és hát ha nem is a profilképből tudnád meg, hogy ez igazi, hanem megnéznéd az oldalt, és ott látnál friss képeket magunkról, nem? Például.
Figyelj, a hamis Balázs oldalak tele vannak Balázsos fotókkal, így csak van. Ugye hát kicsit lemaradva mindig. A profilképben már tudni kell bizonyítani? Szerintem igen. Igen? Hát igen. De miért ilyen alapon a te Francimo, Massimo, Zakód is? Meg, tehát az bárki befotózhatja oda, vagy berakhatja oda. Az egy Sergio Cantucci kép. Ugye? Hát amikor megnézed az oldalt, hát, gondolom, akkor, akkor derül ki, hogy mennyire frissek a fotók, milyen képek vannak. Ugye? Van rólad kamu oldal? Rólad is van. 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 De ott látszik is, mert csinos vagyok a képen. Magadról nem tudom. Tényleg egyébként nekem két kamu oldalam is van, az egyiken viszonylag kevesen vannak, a másikon egy kicsit többet, és én általában álnéven beszoktam írogatni oda. És vagy, miket írsz? Hát milyen azt, hogy, vagy Jani? Igen, hogy már a Jani Márzerszel elmondta. Ja, hogy ne, ez nem a persze. Ja, nem tudom letiltani a saját oldaladat? Nem tudom letiltani, basszus, ezt a két oldalt. És miért nem jelentkezel be, hogy Vadó János vagyok, légy szíves, szedd le, mert következményei lesznek. Tehát miért álnéven? Azért, mert be fogják írni, hogy ezt bárki mondhatja. Ja, és akkor inkább azt mondod, persze, hogy... most érted, most ez gyakorlatilag úgy tűnik, hogy mint egy harmadik kamu oldal lenne. Uh-huh. Hát írd meg neki, hogy találkozunk itt és itt. Aha. És akkor ott megmutathatod, hogy te vagy az. Tanár úr azt írja, hogy az intenzív osztályon fekszem a profilomon. Az nagy buli volt. Az pozitív. Szerintem bevállalós. Na jól van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Itt vannak a játékosaink, már is Óven bácsival játszunk. Óven bácsi és Beunév. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Vera, hello, jó hello, reggel. Sziasztok. Hello, gyerekek, Pécset mindenki mosolyog. Komolyan mondom. Uh-huh. Tehát itt jó kedvek az emberek. Nem ez vagyok hozzászok. Igen, miért nem. Hello, Vera, honnan jöttél? Hát... otthonról. Otthonról, tehát hogy te pécsi vagy, mert egy csomó nem... Nem vagyok pécsi egyébként, itt tanulok az egyetemen. Aha, egyetemista akkor vagy. Most kérdezz te valamit, mert Balázsnak ez most ez a kettő nem jött be. Mit tanulsz, milyen egyetem, mi leszel majd? Szerinted a pulcsimból? Hát ez szürke pulcsi. Egy szürke ja, kapucsi. A büntető törvénykönyv. Pontosan. Komolyan? Bölcsész, igen. Tanárin vagyok. Ó, tanárin vagy. Hmm. Az jó. És mit fogsz majd tanítani? Töri magyar. Töri magyar. Még van, aki tanár akar lenni, gyerekek. Hát ez egy egyre nehezebb hivatás itt Magyarországon, de nagyon szép. Nem próbáltak róla lebeszélni? Dehogy nem, csak makacs vagyok, úgyhogy... És elolvasta az életpálya modellt, amire már többször ugye kitértem, hogy ott van jövő, úgyhogy ezért választottad. Azzal kelek, azzal fekszek. Mennyi időd van még, vagy mennyit kell még? Ez az utolsó évem. Nagy bulik vannak? Jó az egyetem? Elég jó. Ugye, hogy azért az tud jó lenni. Igen, arra én sem emlékszem. Amik ki nem vágtak. Igen, az első fél évre. Oké, okay, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni, figyelj! Elmentek valami kis állatkereskedésbe, vagy ez mi? Picit úgy tűnik. Yeah. Ez nem a Tatooine, az biztos. Ez nem. Kanárit vesznek Berunéninek? Figyelj, mutatjuk, mit énekelnek, egy apró rövid részlet lesz. Oh, iszonyatosan könnyű. Na? Van egy tippem, de... Na? Ez a YMCA. Hát kérem szépen. Bizony, a leghíresebb B-Boys csapat. Mekkora nóta? Nem? Egyébként nagy dal. Egy induló. Te még tudod mutogatni ezt a YMCA-t? Van annak valami ilyen? Az szörnyű. Hát annyira nem. Láttam már, de még nem megy. Én amikor az első Village People képet megláttam, ugye különböző szakmák képviselőinek, illetve cowboynak, meg indiának voltak beöltözködve, én iszonyatosan keménynek éreztem őket. Mondjuk fura, kiderült, volt, hogy fura volt, hogy a motoros rocker jött belőlük be a legjobban. Igen. Ott picit elgondolkoznék ezen. Jó, van egy nagyon szép ajándékcsomagod, ügyes voltál. Ha nagyon nem tudtad köszönöm. Volna, se vettünk volna ki belőle semmit, mert erről szól ez a hét, hogy sok mindent adjunk nektek, de így, hogy de tudtad. De profi vagyok, úgyhogy. Azt gondolom, hogy gyerekek, igen, profi vagy. Küldünk, vagy adunk neked egy ajándékcsomagot, jó? Melyiket viszed? Mindegyiket. Aha, egyet elvihetsz, jó? Köszönöm szépen. Tök egyforma mindegyik. Ügyes voltál, köszi a játékot. Ciao. Hello. Gyerekek, nagyon hasítanak a héten a játékosaink. Nagyon. Komolyan mondom. Nagyon. Nagyon. Nagyon ügyesek. Nagyon ügyesek. Igaz, mindenkinek odaadunk mindent. Ez is igaz. Nem vagyunk túl szőrös szívűek. Jó. Van, aki még nem töltött regisztrációs lapot, drága pécsiek? Mindenki?
bedobtátok? Ügyesen? Nagyon helyes, jól van, mert hogy az adás végén 100 000 forintot sorsolunk majd, jó? Úgyhogy aki még nem regisztrált, regisztráljon, 10 után pedig azt a szócskát kell elküldeni, hogy 500 000 betűvel, számmal? Számmal, azt beszéltük, számmal. Így van, azok is, akik regisztráltak itt a helyszínen, és az összes helyszínünkön egészen nyugodtan küldjék, mert hogy hétfőn, ugye a Morning Show-ban 500 000 forintot sorsolunk majd, az a regisztráltak közül és az SMS beküldők közül, úgyhogy érdemes vagy elküldeni, vagy regisztrálni. Küldeni viszont szigorúan csak 10 után. Jó? 6 perc van pontosan, 8 óra, jövünk a hírek után. Nyolc óra múlt 9 perccel a turnék záró állomásán vagyunk. Pécset, hello, drága pécsiek! Sziasztok, jó reggel! Itt az Üveg stúdió előtt sokan vagyunk, az első emeleten... Azt nem mondtam, hogy a második emeleten, de ott nincs senki, mert ott már a tető van. Milyen szóval... kihalt. Igen, talán azért, mert nincs is emelet. Ha valaki kint keresi, jöjjön be. Jó, új helyszín van, a vihar miatt bevonultunk egy kicsit fedettebb vidékre, fedettebb helyre, mert hát kint havaseső, hózápor. Nincs hózápor 5000, nincs hózápor 5000. Igen, azt virítanom kell a gubát neked. Nem baj, majd az Atletico Barszán az gyorsan. Gyorsan vissza is hozzuk. Illatos úton van egy baleset. És kérdezi valaki, hogy az Ecseri út dugul-e? Vagy hogy hogy dugul be az Ecseri út? Hát erre mi nem tudunk. Hát... Nagyon valószínű, igen, ha valaki tud többet, írjon nekünk. A Fonyodi hegynél a 7-es főút is le van zárva, esőzés, omlás miatt ezt Jenő küldte nekünk. Kámfor utca 13. kerület van egy trafi, üzeni Totya, Monoron szintén mérnek Pest felé, ezt beaküldte. És a Putnok felől érkezőket is mérik, Lisztes Ati küldte nekünk. Egy elég nagy méretű gumidarab a pálya közepén, az M1-esen Budapest felé a 110-es kilométernél óvatosan menjen mindenki, üzeni nekünk Red Rock, és Kaposvárról kifelé a Dombóvári úton fekete Skodából szintén mérnek. Ha valaki lát valamit, hall, nyilván sok helyen még szakad az eső, nagy szél van, kidőlt fa, borult kamion, küldjetek el nekünk, hogy tudjunk segíteni. Balázs, szakad a hó a Kaszterhegyen. Gabesz küldte nekünk. Nem lett hóesés, ugye? Mátra, Kékestető, semmi. Na, sajnálom. Mondjuk a legjobbtól kérdezed. Igen, ott van egy kis befolyás. Még ha fél méter lenne, akkor is azt mondanám, hogy nem. Igen, ez a május közepén fogadjunk egy hóesésbe, ez lehet, hogy már kicsit arcoskodó volt. Tehát ez sajnos öt gubán bánja. Úgy érzed? Úgy érzem. Úgy érzed, egy picit túlmentél a határon? Figyelj, annyira bepromózták ezt a hidegfrontot, hogy azt hittem, hogy még talán ott valahol fönt a Kékesen egy ilyen laza hóeséssel én meg tudok lenni. Vagy havas esővel, vagy bármi, ami hasonlít a hóhoz, de nem. Ez kicsit azért ott túllőttem. Na mindegy. Jól van. Nagyon sajnálom. Igen, nagyon. Igen, ezt el. De nem baj, Atletico Barszára jó, jó vagy? Én jó vagyok. Jó? Jó, 10 játék vagy 5 játék? Attól függ, kire akarsz. Hát kire, én csak a Barszára akarhatok. Nagyon helyes, mert szerintem az Atletico fog nyerni. Tényleg? Szerintem igen. Jó, oké. Okay. Jó, oké? Okay? Áll az alku, jó. Persze. Hallottad, Jani? Hallottam, abszolút, és megvan archívban is. És mennyi? 5 játékpénz. 5 guba. 5 játékpénz. Jó? Oké, okay, single book. Book. Single book. Single book. A jó Daddy már iszál velünk, kérlek szépen, és bevágta a fát. Gyere, Janikám, mert egy másik Janink is van ma. Hello, pécsi vagy? Nem, egy vidéki faluba jöttem. És titkos gondolom. Nem, hanem Dombóvár mellett, az a neve, hogy Ág. Ág, gyönyörű. Nagyon jó. Még a szegény embert, nagyon, még az Ági. Nagyon pici falu. Jó. Nem baj, az hát akkor ott fafűtés még van, nem? Hát akad. Azért. Szoktál vágni? Szoktam. Na gyere, akkor itt van. A jó Daddy megmutatja, hogy kell megragadni a fűrésznek a végét. Hát azt már szerintem szinte tudják is a játékosaink, nem? Úgy, jobbra, balra. Figyelem, már kezdünk is. 3, 2, 1, tessék! Jani belekezdett. Gyerekek, az ági férfiak, na oda néz. Mennyi a legjobb idő? 50, ugye? Most 50-nél vagyunk. Nem, a hivatalos játékidő itt van nálam, mert ugye ma eldől, hogy ki lesz a Stihl MS-170-es, a Morning Show 170-es fűrész. Tóth László tartja egyelőre 50 másodperccel. 50 másodperc? Adjál neki ritmust folyamatosan, hogy húzza. Nem lövök el minden patront, az majd a dobolós játék. Köszönöm, milyen békésen reggeliznek ott a kis gyorsétteremben. Nézd meg, családi idill. Jó étvágyat mindenkinek, sziasztok. Jó étvágyat. Ülnek, kávéznak és interneteznek. Ők a csendes szemlélődők, akik nem jönnek ide, csak távolról néznek bennünket. Ott egy kis család is reggelizik. Aki jó néven vette a gesztust, nyugodtan integessen vissza. Köszi. Szerintem egész egyszerűen csak nem hallanak. Hogy állunk, Feri? Nagyon jól, a felénél már túl vagyunk. Félő, hogy nem lesz meg ez az 50 másodperc. Ez már biztos nem. Aha. Ki volt, fiú-lány, aki megtette az 50 másodpercet? Egy férfi, kérlek, férfi? Szépen méghozzá egy győri férfi. De szerettem volna, ha egy csaj csinálja meg egyébként a leggyorsabban, nem? Há, és övé a láncfűrész. Innen nem látom, már elkezdte? Ne törd el, Jani, nagyon szépen kérlek, ne törd el, tényleg már.
Itt az elején a lendület megvolt, az nagyon szépen haladt. Föl lehet adni ám, nem szégyen azt mondani, hogy ez nem megy, nyugodtan hagyd abba. Jó, de, megvan? Leesett? Le fog esni, egyszer le fog esni. Sose mennyi vártam, az idő? Hogy ennyire, hogy leessen. Körülbelül. 1.21. Janikán, húzzá bele. Semmi. Megvagyunk. Nagy tapsot kérünk Janinak, akinek megvan a stíl ajándék. Így van, az egyik legrosszabb idővel. De persze ez nem baj. Nem baj, Jani, jó jön ez még. Egy picit akkor vágjuk be, mert van ugye egy másik játékosunk is. Gyere Gergő, jól emlékszem. Gergő álcázó sapkában érkezett hozzánk, Hegyvidékről gondolom, szevasz. Nem, minden Pécsről. Pécsi gyerek vagy, hát itt a távfűtés dübörög, úgyhogy nem tudom, neked kellett-e fát vágni valaha. Falusi származású vagyok, úgyhogy. És onnan még meg volt, nézd meg, a jó Dedi bevágta neked. A Dedi. Magyarország, a jó Dedi a jó egyik Dedi. Legjobbja ebben a sportágban. Egy jobb van nála, de őt nem mertük elhozni, mert ő letépi foggal a fadarabot, tudod? Ja, makka. Ded, vagy makkal leveri, még ez van, Dedi ilyet nem csinál, ő rendes fiú, és ő viszont nagyon szépen tud fűrészelni. Már állhatsz is oda a végéhez, Gergő, ne húzzuk, ne toljuk, sapkaváltás van, ad ide, ezt köszönöm szépen. Ki van, te vagy vele? Családtagok bíztatják? Uh-huh. Akkor sikíts végig. Jó, Gergő, gyerünk! Mennyi? Na Gergőkém, 3, 2, 1, tessék, 50 alá kérem. Miért felejtem mindig el ezt az 50-et? Hát, meg is álltunk. Merci ezt tőle, hogy közeledik. Jól fűrészel a Gergő? Igen, tud egyébként, nagy gyakorlata van benne. Igen, úgy egyébként egy érdekes praktikája van ennek a fűrészelésnek, hogy hogy tud a világbajnok ugye 8 másodpercet csinálni, hogy nem ilyen kicsi apró mozdulatokkal csinálja, hanem a másfél méteres lapfűrésznek az utolsó fogát is használja, meg szinte az elsőt. Igen, és nem csak karból tolja egyébként, meg húzza, hanem egész testtel. Felső testből is, igen. Miskolcon a csajok milyen jók voltak, emlékszel, Feri? Milyen ügyesen fűrészeltek? Nagyon jó csajok voltak mindenhol. Én is figyeltem. Nem teljesen erre gondoltam, de ebben is igazad van, de arra gondoltam, hogy milyen ügyesen fűrészeltek a lányok. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ha végre majd Gergő egy olyan 4 perc 30 alatt levágja ezt a fakorongot, amire ugye rá van festve ez a Still Timber Sport felirat, akkor ezt hazaviszitek és fölteszitek a nászágy fölé az első közös fűrészelés emlékére? Biztos, hogy fölkerül valahova a falra. Azt nem mondom, hogy pont az ágy fölé, lehet, hogy abban a szobában valahova, de biztos, hogy fölkerül a falra. Van ötlet, hogy mire lehet használni, mert tegnap az étteremben ugye egy csempé hozták ki nekünk a fagylaltot. Igen, nagyon érdekes volt, valószínűleg a vendéglő tulajdonosának korábban volt egy szaniter voltja, ami befutcsolt, és megmaradt belőle némi áru, és felhasználták tálcának. Igen, egy csempén kaptuk a fagylaltot, nem azért, mert leesett az étterem konyháján a falról, nyilván nem ezért. Hát ezt is lehet ilyen kis magyaros tálat csinálni belőle, ugye, mert lesz egy ilyen 30 centis átmétérű kis tálcát. Van ilyen, hogy fatálas étel. Igen, van ilyen? Van. Hogy örült a Feri neki? Van. Végre kimondta. Kaja, flamó. Mi a helyzet, Feri? Megvagyunk mindjárt. Aha, hát komolyan? Még nem vagyunk meg, de mindjárt megvagyunk. Hát Gergő, nem. Tényleg az utolsó húzás, kérlek. Jó, ide. Figyelj, otthon is elmaszatolja a végét? Nem. Nem, ott mindig. Jó, egy kis letörés. Nem is kérdezek nagyon időt, de azért mondjuk a becsület kedvére 1.49. Jó, Atya Isten. Az, jó, nem sikerült. Isten. Nem sikerült jobban csinálni. Mondom a győztesünket, Győrben single backozott, vagy bukkozott a drága ember. Tóth László 50 másodperccel övé a Still Morning Show 170-es, tehát MS 170-es fűrész. 50 másodperc. Ennyi, nem családtag? Láttuk őt? Nem családtag? Dedi, rokonod-e ez a gyerek Győrből? Annyit mondjál el. Nem, rokonom, nem. Edztél vele előtte? Nem ismerem. Semmi, ennyi, nézd meg. Egy korrekt, tisztességes játékot csináltunk mindig életünkben, közjegyző ennyi. Előtt. Oké, gyerekek, ennyi volt a single book, és megvan a nyertesünk is, ugye? Reméljük, hogy kertesházban lakik, reméljük, hogy jól tudja majd használni azt a kis ajándékot, amit kapott. Igen, a többiek is nagyon jók voltak, de ők mindenképpen, ha esetleg gondolkodnának vegyes tüzelésben, akkor már tavasszal kezdjék el felaprítani a fát. Igen. Igen. Hmm. Mi van? Megnyitottál valami oldalt? szörnyű oldalakra keveredem. Itt nagyon komolyan folyik a 100 000-es pénzért a harc. Mire költeni? Jó napot kívánok, ha nyern. Forintot. Hát hirtelen nem is tudom. Nehogy már, nincs az embernek terve. Hát itt kell regisztrálni, itt nem. A kis hordóknál. Elmondom, hogy ez hogy van szerintem. Pont az, hogy annyi terve van, hogy hirtelen nem tudja, hogy hova. Tehát itt nem arról van szó, hogy az emberek nem tudják, hanem annyi minden hova tennék szerintem, hogy hirtelen egyszer csak ott van a kezedben 100 000 forint, és nem tudod, hogy hova, mit, kinek, hogyan. Tehát inkább sok terv van, gondolom én megvan, is azért. Megvan a főterv. Ugye FM rádiót vásárolok, ami CD-s.
Apám 100 000 egy FM rádió CD-vel. Abból már komoly technikát lehet vásárolni. Egyébként tényleg érdekes volt átélni ezt, hogy minden egyes nap, amikor láttuk azokat az arcokat, akik végül megnyerték ezt a 100 000 forintot, hogy iszonyat döbbenetes boldogság, keresgélték a szavakat, nagyon-nagyon élvezték az egészet, és valójában el se hitték azt, hogy ők voltak azok a szerencsések, akiket kihúztunk. Igen, igen, mindenki, aki nyert, nagyon jó. Ezek nagyon volt. Jó pillanatok igen. voltak. Na, egy újabb érdekes kutatás, tudjátok, imádom a brit kutatásokat. Igen. Tehát egyszerűen, amíg te hegyet mászol, a Feri egy kellemes rozéval ünnepli az estét. Az sokkal hasznosabb dolgokkal töltöd a szabadidőt. Hihetetlen hasznos dolgokat csinálok, mert brit kutatásokról olvasok, de ez most tényleg jó. Ez most tényleg jó, nem hozok rosszakat, nyugtassatok meg, kicsit már lelkismert hogy is. Illetve... Mindegyiket át tudtuk fordítani a mi való életünkbe. Igen. Ugye se rossz híreket, se jó borotvát nem hozok. Avassuk bele a hallgatóinkat egy kis kulisszatitkokba, vagy kulisszatitokba. Ugye ez a brit kutatás, ez már ilyen szállóigelet. Ezek általában egyébként nem brit kutatások, hanem mindenféle külföldi oldalakról leszedett cikkecskék. Csak nálunk ez már egy ilyen szállóigelet, hogy brit kutatás, szinte minden cikket, aminek kutatás jellege, így vezetünk föl. De nyilván nem brit kutatásról van szó, csak mi így hívjuk, mert szeretjük. Azt kérdezték meg az emberektől egy felmérésben, hogy mennyire érzik magukat fenyegetve, illetve a saját munkahelyünket, hogy a közeljövőben valamilyen kiborg üljön át az ő helyükre, aki ugye több szempontból is érdekes, mert hogy ugye nem fárad el. 0-24-be tud dolgozni. Milyen előnye van még, mondjátok a legnagyobb? Nem ízad. Hát nem kell neki fizetést adni. Nem egyszer kell neki. Megveszed, van egy beruházás, onnantól kezdve van egy karbantartás, és vége. Igen, nem kell neki ugye fizetést adni, és kiderült, hogy azok, akik válaszoltak erre a kérdésre, először nem gondoltak bele, hogy végül is az ő helyüket is átvehetni egy robot mondjuk 20 vagy 30 év múlva. És amikor a kérdezők tovább faggatták őket, miután kiderült, hogy mivel foglalkozik, az egyik azt mondta, hogy buszvezető, autóvezető, sofőr, mozdonyvezető, akkor kiderült, hogy az esetek nagy többségében előbb-utóbb behelyettesíthető lesz az ő tudása, szaktudása és tevékenysége robottal vagy kiborggal. És ha most megnézzük, csak mondjuk itt a plázában körbenézünk, hogy itt milyen foglalkozásokkal találkozunk, én az előbb ezen gondolkoztam, kiderül, hogy 10-ből 5-öt egyébként, ha mondjuk a technika majd egyszer megengedi, akkor előbb-utóbb helyettesíteni így tudsz, van, majd robottal. Kevéssé sikeres rádióműsorok, érted, robothallgatókat visznek majd ma, hogyha nincs a stúdió előttér. De nézd meg, például ugye automatikusan robotok csinálhatják majd a péksüteményeket. Az eladók helyett virtuálisan kivetített csajok kérdezhetik meg, hogy hányas méretben szeretnéd, odairányítanak, ott neked mondjuk valaki fizikálisan átadja, de lecserélhetőek lesznek. Kasszában üldögélők, akik mondjuk mozijegyet adnak át, buszvezetők, rendőrök, sofőrök, metróvezetők, villamosvezetők, tehát rengeteg olyan foglalkozás van, amit mondjuk robot tud helyettesíteni. Nem akarok egy hologramtól péksüteményt venni. De miért ne? Miért nem? Mert ezektől a jó lányoktól akarok venni, kedves fiútól, aki dumál, mosolyog rád, hát most miért? A hologram nyilván ugye fizikálisan nem tudja megfogni, de előbb-utóbb mondjuk 50 év múlva lehet, hogy egy kiborg áll veled szembe, és azt mondja emberi hangon, hogy mit szeretnél, parancsoljál. Például nézd meg a metrókat. Hajoljon előre, köhögjön. Kicsúszott. Hál' Isten, mondjuk, igen, az orvosoknál ez még nem jellemző, de előbb-utóbb az is lehet. Ott vannak például a buszvezetők, a mozdonyvezetők, hát a villamosvezetők, a metróvezetők. Metrónál már van is. Nézd meg. Ők sajnos már részben le is vannak cserélve. Nézd meg, hogyha te például metróvezető vagy, akkor elér oda a technika, hogy 10-20 év múlva, mondjuk az nálunk ugye 100 év múlva, mert még akkor is az orosz járgányokkal fogunk majd hasítani az M3-ason, de például azt mondják, hogy nem kell lesz, mert vagy automatizált a dolog, vagy például egy kiborg vagy egy robot átvette a te helyedet. Ez milyen szörnyű érzés, nem? Szerintem azok a dolgok nem fognak lecsülődni, amik érzelmi alapok. Például el nem tudom képzelni, hogy mondjuk egy robot pszichiáternek sírd el a bánatodat, vagy mondd el, hogy mi bánt. Ha belegondolsz, mert ő nem tud rajta segíteni, mert hiányzik belőle az empátia. Várjál, ha belegondolsz most, hogy már vannak ezek a... Mi is játszottunk ezekére a Furby, vagy hogy hívják ezt a kis izet? Igen, például ahhoz, ha úgy szólsz, akkor ő is úgy szól hozzád vissza. Hogyha kedvesen szólsz hozzád, akkor kedves lesz veled a Furby. Na most képzeld el, ha ez tovább fejlődik, ugyanígy lesz pszichiáter, vagy pszichológus is. Aki a kedvesen szólsz hozzá, akkor aranyosokat mond. Szerintem ezt az érzelmi dolgot is meg lehet majd valamikor csinálni. De igen. Biztos, hogy ez lesz a legnehezebb. Szerintem nem tudod függetleníteni magadat attól, hogy nem őszinték a reakciói. Hát nyilván, amikor a pszichológus ezt nem tudod helyettesíteni, igen. 10-ből egy válaszadó, a közeljövőben robotzsarúhoz hasonló rendőrgépek végzik majd a bűnüldözés. Szerintük egyébként 8% pedig azt jósolta, hogy a tömegközlekedési eszközök sofőrjei inthetnek búcsút hamarosan a munkájuknak. Tehát, hogy őket előbb-utóbb... Hát ez nem jó hír.
lecserélik. Sebestyénről forgalmi. Na most elmondom, hogy mi történt egészen. Tudod, te ki vagyok én? Nem. Ott nem fogod tudni kimagyarázni magad. Se te, se én, senki. Tehát, hogy egy robotzsarú megállít majd minket az autópályának a szélén, ott aztán nincsen ilyen, hogy szülőn viszem a feleségem, és nem volt időm összekapkodni a cuccokat, és ezért nincsen nálam forgalmi, nincsenek nálam személyiratok. Hát azt hiszem, egy robotot is kimagyarázok, vagy kikapcsolom. Ja, igen, nyomzolok egy reszetet. Begyúlok átra, és valahogy kikapcsolom. Tessék, gondolkozzunk el egy kicsit hangosan az itt jelenlévők segítségével. Ha fejből kellene mondanod mondjuk 2 darab munkát, mit tudsz helyettesíteni? Szerintem előbb-utóbb, akár mondjuk a pilóták is, vagy ott mindig szükség van emberi döntése, előbb-utóbb például megcsinálják majd, hogy gép száll föl, gép viszi a gépet, gép száll le, kizárják az emberi tényezőt. Hát ott ugye ezt a 2, amit említettél, a lefölszállást kivéve fönn már ők robotpilótával mennek. Tulajdonképpen így van, illetve ha dönteni kell, akkor ugye ember dönt, nem a gép dönt. De 50 év múlva, 70 év múlva például a pilótáknál elképzelhető, hogy effektíven nem engednek már oda, ugye? Pilótát, nézd meg a drónokat, maguktól repülő helikopterek, maguktól repülő repülők, drónok, ugye hát ott sem pilóta repül már. Igen, de ott abban az esetben azért emberek végzik el az irányítást. Hát emberek végzik az irányítást, így van. Lévő ilyen kis ponton. Igen, pontról. Na. Kérlek szépen, hát a könyvtárosunk. A könyvtárosunknak nem lesz hamarosan munkája, ugyanis mondom neked, hogyha te a pécsi könyvtárban dolgozol, ahol van 240 000 kötet, ezt te nem tudod fejbe tartani. Egy robotlány, érted? Ezt fejben tudja tartani. Oda mész, köszönsz neki, azt mondod, hogy a Jókai összesből szeretnék kérni. És akkor ő és már ott és is van a könyv. Igen. Hát ez így van. Lehet, hogy új munkahely után kéne nézni. Lehet, hogy mire te odaérsz, igen, hogy ezt elvégzed. Jó. Ki mivel foglalkozik? Tessék, gyorsan csak egy közelmi kutatás. Mondjatok munkákat. Ki mit csinál? Mivel foglalkozol? Tanár leszek. Matek fizika. Matek fizika, te beteg vagy? Vagy mit? Miért akarod? Mi volt az a törés? Tesó, igazad van, az a tudomány. Egy családi trauma? Vagy mi vezetett erre? Nem. Hát ez ment, aztán ez maradt. Rokonlelkek vagytok a Ferivel. Igen, tehát... Tanárjárás, tessék, gondolkozunk egy kicsit hangosan. Oda azért még egy ideig nyilván nem rakhatok be kiborgok, ugye? De az nehezen elképzelhető. Egy könyörtelen tornatanár. Még egy kör, gyorsabb. Bordás. Te mit csinálsz? Nyomozó leszek. Veled mi van? Hogy? Te nyomozó leszel. Sok NCIS, vagy minden köszönhető? Igen? És azt tudod, hogy ez csak egy film, csak mondom. Igen. Nem tudtam. A Dexter se valóság, és már az inkább egy sorozatgyilkos. Most adta a filmmúzeum a Kántort? Pontosan. Na, és most akkor mit kell ez elvégezni? Rendőrtiszti? Rendőrtiszti főiskola, igen. Aha. Hát le a kalappal. Igen. És hányad éves vagy? Ne, most fogok oda menni. Hova? A valószínűsít rendőrtisztire. Hát akkor most még le tudunk róla beszélni. Hát le, persze, le. Miért az egy nyomozó, az tök izgalmas. Nyomozó az menő. Igen. Szerintem az menő. Az menő. Robottal helyettesít, az még egy szintén védett szakma, nem? Tehát szerintem oda azért sokáig kell az emberi gondolkodás, a logika, tehát hogy benneteket nem fognak tudni robottal helyettesíteni. Szerintem nem hiszem. Ugye? Igen. Ott egy lány jelentkezik melletted, Feri. Jobbra. Mit csinálsz? Bölcsödei gondozó leszek. Bölcsödei gondozó. Na, az viszont egy nagyon szép munka. Szerintem az az, amit egy jó ideig még senki nem fog robottal helyettesíteni, úgyhogy... Neked is lesz olyan szép hosszú tornacipőd, azzal a vastag gumitalpal? Nem. Az összes bölcs is, meg gomis dadusomnak olyanom volt. Kizárt dolog, szóval papucs kell, és aha, meg van szabva, igazság szerint az egyenlő, úgyhogy szerintem ez... Fűzős kismama cipő. Most is meglátok egy olyat. Igen, anyám 6-ra jár dolgozni, még 5-kor kellett kelni, hogy be tudja fűzni mind a két lábán. Figyelj, én az óvodai dadusomra konkrétan emlékszem. Ilyen vastag... Nem dadus. De a óvónő akkor tulajdonképpen? Nem, bölcsödében leszek. Bölcsöde? Aha. Gondozónő, úgyhogy nem ugyanaz. Ez nem ugyanaz? Mert nem, nem úgy, hogy vannak az óvónők és a tadusok mellette, akik segítenek nekik nem, tulajdonképpen. Nem. Már van egy harmadik, a gondozónő. Hát van külön a bölcsöde, ugye vár? Igen. És aha, ott leszek olyan státuszban, mint az óvónő az óvodában. Ja, és utána viszed tovább a csoportot az óviba végig? Nem. Tehát te csak bölcsöde. Aha, mert én ismerek olyan óvónőt, aki például megkapja bölcsiben bölcs, és végigviszi őket utána a 3 csoporton. És az egyetemen is még kíséri. Tényleg. Figyelj, ha én belegondolok, például én a gyerekkoromban nem örültem volna neki, hogyha mondjuk egy robotnak az ölébe ültem volna. Nekem például ez volt a típusom, illetve te voltál a típusom körülbelül. Szép hosszú hajó, mosolygos óvónéni, bölcsödés, dadus. Ültem a kis ölébe, illetve a nagy ölébe a kis Jani, és játszadoztam a hajával. Mert engedtem, mert látta, hogy ki akarod próbálni, hogy milyen? Vagyok. És ki akarod próbálni, hogy milyen? Jövök is. És azóta... Engem is szeretnek a bölcsisek, úgyhogy de igaz? Gáz. Igen. Igaz? Én most kézzel, hogy egy robotnak a műhaját. Hát az nem annyira jó. Janika, nagyon kócolj, jó nyugodtan. Vannak, Jani. Aha, tudom. Engem is,
Engem is felveszem ünnepnapokon. Engem is mindig az ölébe ültetett a dadus. Én emlékszem rá, óvodai, brutális hónajszőrzete volt, elképesztő. Te azt kócolás? Ez kötelező? Gyere, Balázs! Nekem elhatározottan. Gyere, Balázs, játsza! Copba rakta. A liánokon. Nagyon, nagyon nagy darab volt, testes volt. Ez a vastag talpú, tudod, ez a hosszú szárú, ez a fehér cipő volt rajta, és olyan büdös és volt. És tukánok laktak benne. Olyan büdös volt szegény, emlékszem rá az oviból. És valahogy én voltam a kedvenc, és mindig odaültetett, fogott, ölbe vett, és azóta van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen fura érzés, hogy meglátok egy ilyen gumitalpú cipőt, eszembe jut. A nevére már nem emlékszem. Nem volt neked? Nem volt ilyen? Ő ennek határozottan örül, hogy nem emlékszel a nevére, és nem mondod. De kinek van még olyan szakmája, amit nem lehet helyettesíteni? Szia, én kommunikációs média szakon végzek most, és rádiózni szeretnék. Aha, na ilyen szakma nincs. Nektek a munkátok, addig én sem félek. Aha, rádiózni szeretnél tényleg? Igen. Azt robotok nehezen tudják majd végezni. Bár egyébként van néhány velünk párhuzamosan üzemelő csatorna, ahol én reggelenként szoktam hallani robotokat. És miért szeretnéd ezt a szakmát? Hát igazából én már gimnázium óta titeket hallgatlak, és akkor innen jött, hogy... Atya Isten szegény. Ti inspiráltatok. Oh. Komolyan? Igen. Néha nem fogjuk fel egyébként, hogy mit csinálunk. Nem, az a baj, következményekkel. Dumálunk, humorizálunk, és közben fiatalok ezreit tesszük tönkre, mert ugyanazt akarják csinálni, mint mi. Nem tudunk erről valahogy lebeszélni, hogy találj valami normális munkát? Nem lehetnél inkább nyomozó, mondjuk, vagy... Könyvtáros. Hát én ezt tökre élvezném, de most nem csak a rádiózás érdekel, így minden, de legjobban azt tetszene. Uh-huh. Van valamiféle fura tévképzet a fiatalokban. 10-ből 8 tényleg médiázni akar, meg híres akar lenni. Itt gondolom nem elsősorban ez, hanem nem, maga a szakma. Igen, azt nálad érzem, hogy inkább a szakmai kihívások. Figyelj, de... ez nem, hidd el, hogy ez nem egy diadalmenet, érted? Jársz városról, városra, felmész tévétornyokban, amikből nem lehet látni semmit. Mindenhol szállodák várnak, szeretnek az emberek, szörnyű élet. De egyébként tényleg nem könnyű. Jó, rádiós műsorvezető rendben van, nem? Feri, nem tudjuk robotta helyettesíteni. Ott egy srác jelentkezik mögötted még. Nagyon szeretne megszólalni, azt látom rajta. Nekem elég evidens, én programozó leszek. Hát neked annyi. Figyelj, amikor megcsinálod azt a robotot, aki helyettet fog programozni, ott van vége. Igen, szerintem a programozóknak előbb-utóbb... Nem egészen így megy ez. Uh-huh. Szerintem akinek annyi előbb-utóbb a katonák, tök komolyan mondom, az amerikaiak dolgoznak ezeken a gépesített hadseregeken, tehát 100 év múlva szerintem ember már nem lesz katona, ott lesznek ezek a robotzsarú, robotkatona kinézetű dolgok. Ez nem fantasy, tehát ezen dolgoznak. Van már egy ilyen kis hadseregük. Láttátok azt a videót, amikor egy robotkutya fut az amerikai hadseregnél, és megcsináltak egy robotkutyát, döbbenetes, hogy hogy néz ki. Tehát nekik egészen biztos, hogy végük. Van itt valaki, aki katona? Katona vagy? Tényleg? Nem? Ja, azt hittem. Csak jelentkezel. De ne akarj programozó lenni. Tényleg, az a baj, hogy beállsz majd a sorba, előutóbb rajtad is megjelenik a bőrmellény, nyakadba a pendrive, az oldaladon egy ilyen kis tarsolylemezes táska, elkezdesz majd kopaszodni a homlokodon, már csak egy idő után hátul tudod befogni a hajad. Vagy miféle fura vízió ez a program? El a szem. Miféle fura vízió a programozókról? Ki van még? Kezeket föl, tessék, mit csináltok még? Hm? Egy idősebb bácsi ott szemüvegben, csak jó. Kíváncsi vagyok, hogy bácsi, bocsánat. Mit válaszoltál rá az idősebb bácsira? Öreg anyám. Varró és speciálgép műszerész. Varró és speciálgép? Speciál varrógép, nem csak a sima háztartás. Robotot oda. Egy háromszálas interlock? 9 szálas. Ja, ne haragudjál. Feri, ne haragudjál, minden rohadék állat vagyok. Tényleg. Komolyan, tényleg, 3 szálas, hol élünk? Na jó, oké, írjanak akkor nekünk hallgatók, hogy ki mit csinál. Félig komoly a téma tényleg, nyilván ez a kutatás is az volt, csak hogy az ő munkájuk mondjuk 50 vagy 100 év múlva mennyire lehetne helyettesíthető majd robottal vagy kiborggal, mert ha kicsit komolyabban belemennénk, van tényleg egy-két munka, aki szerintem mondjuk 20 év múlva veszélyben van, jó? SMS számunk változatlan, 3-as ugrásra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Hello, drága pécsiek! Itt vagyunk a Morning Show utolsó állomásán, az Árkád Áruházban Pécset. Drágák voltak, befogadtak minket egyébként, tényleg köszönjük, nagyon helyesek. Ugye kint zivatar, hózápor, orvos eső, jégeső, ciklon, de mi itt jó, vagyunk. Jó, picit ujját, na. Igen, kicsit. Elállt a szél kint egyébként, csak tényleg? Mondom. Aha. Ivet itt hagyott minket? Ivet elhagyott. Ivet hát, csalfán nedvesen továbbállt. Igen, vitte a házat, a kocsit, mindent. Igen, jó nagy vihar volt. Na, gyorsan egy-két SMS, ugye arról beszélgettünk félig komolyan, félig nyilván humorizálva, hogy mi lesz majd a 30-40 év múlva robotok helyettesítenek bennünket. Most még ezen mindenki mosolyog egy jót, de előbb-utóbb aztán ennek nyilván lesz majd realitása.
családanya vagyok, néha robotnak érzem magam, így kattan nekünk az SMS-t. Hentes vagyok, Amerikában vannak olyan birka vágóhidak, ahol gépek darabolnak, csontoznak, minősítenek, hasítanak. Ember csak a szúráshoz, meg a behajtáshoz kell. A csomagolás is egyemberes, egy ember figyeli a gépek működését monitoron. Totál lehangoló. Ez mennyire durva, igen, hogy Amerikában igen. Már birka vágóhidakat robotok üzemeltetik. Tehát, hogy mennyire nem a jövő az, amiről mi beszélgetünk, ugye? Így van, és ráadásul azt is megcsinálja, amire azt gondolnád, hogy azért ahhoz ember kell, hogy beminősíti, hogy milyen osztályú a hús. Többenet. Tehát mennyire jó, mennyire rossz. Ami mit nem jelent, hogy Amerikában a vágóhidakon az emberek előbb-utóbb elkezdik elveszteni az állásukat. Van ennek egy másik vetülete egyébként, hogy a robotokat helyettesítik az embereket, akkor az emberek nem keresnek pénzt, ugye? Igen. Most az emberek nem keresnek pénzt, akkor viszont előbb-utóbb nem tudnak miből fogyasztani, vagyis csökken a fogyasztás. Most ez egy kicsit komoly, érted? Tehát elindul egy olyan dolog, hogy megszűnik ez a fajta körforgás, ami ugye a fogyasztói társadalomra épül. Pénzt keresel, fogyasztasz, fogyasztasz, nő a gazdaság. Ha nem keresel pénzt, nem tudsz fogyasztani. És akkor minek és gyárt egyre, a robot minek gyárt, is. Egyre több ember marad pénz nélkül, egyre jobban visszaesik a fogyasztás, nincs növekedés, az emberek pénz nélkül maradnak, akkor majd lázadások törnek ki. Tehát azért ennek van komolyabb vetülete, nyilván nem akarok most már itt ilyen szép új világot ideologizálni, vagy megjeleníteni, de szerintem érdekes a dolog. De nem? Mi van akkor, hogyha minden embernek van egy saját személyes robota, aki azt a munkát végzi el, amit neki kellene elvégeznie, tehát gyakorlatilag a robot keresi meg azt a pénzt. De a robotot nem fizeti az a cég, hát a hentes robotokat ennél az amerikai példa a birkavágóidon nem fizetik már. Igen, te csak elveszed a munkádat, és látod, hogy a robot csinálja. Profitot termel, tehát én simán el tudom képzelni, hogy áll igen. Majd az ajtóban valaki egy étteremben, és azt mondja, hogy üdvözlöm a kórhelyben, Rákóczi 2 vagyok. Nem lehet, engem nem lehet pótolni. Nyugdíjfolyósító igazgatóságnál dolgozom, még nyomtatónk sincs. Ez jó. De jó, Isten hozott 2014-ben Magyarország. Beton biztos a munkám, írja. Na, gyönyörű, jó, gyönyörű SMS. Színpadfény és hangtechnikus vagyok, az emberi tényező kihagyhatatlan, ezt Ropi küldte nekünk. Metróvezetőnek készültem, ez már egy másik SMS, erre a 4-es metró már vezető nélkül fog járni próbaüzem után. Bizony, aha, így van. Aha, és előbb-utóbb cserélik majd a téglát. Nyugi, nyugi. És még mindig 15 éve tart a próbaüzem, nem sokára átadjuk teljes mértékben. Igen. És hát a férfiak fantáziánya nyilván beindult, nem akarok útszéli ribi robotokat, írja egy hallgató, ezt egyébként többen megírták, hogy a legősibb mesterséget végzőkkel mi lesz, hát ott azért még nem kell aggódni. Aha, azért tudnék olyan oldalt mondani, igen. Ahogy érdemes lenne ellátogatni. Szennyvíz telepi gépész vagyok, ha ezt valaki helyettesíteni tudja, az előtérre borulok, robot kizárva, írja egy másik hallgató. Ha Terminátor lesz a matek tanár, legalább lesz fegyelem. Ez igaz. Robot nem zavarja, ha dobálod galacsinnyal. Robotorvos előnye nem fogad el hálapénzt, írja egy másik hallgatónk. Háztartási robot vagyok, mosok, főzök, takarítok, és két mondatot mondok állandóan. Igen, drágám, nem drágám, üdv István. Na, hát ilyen SMS-ek jöttek. Érdekes ez a téma, szerintem ennek még lennének mélységei, hogy mi lesz itt 30-40 év múlva. De, mivel mi nem vagyunk egy mély műsor, nem? Így van. Minek foglalkoznánk mélyebb gondolatokkal. Így van. Igen, menjünk tovább valami felületesen megint. Hármasugrás, játsszuk már is valakikkel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hú, mennyien vagyunk. Hello, csajok. Hello. Na, ki kicsoda? Evelyn. Miki. Dia. Evelyn. Dia. És még ide mertél, jön ez Ivet. Most itt a tizedben. Nyugodtan nyírt ki, szegény. Összetöröd a kocsit, házakat teszel tönkre, Evelyn. Nem, nyugodj meg az Ivet. Semmi baj, Ivet. Nem ilyet. Hello, lányok, ti hárman barátnők? Igen. Igen? Osztálytársak is. Osztálytársak. Hányan megkerülöm felét, hogy... Szigetvári gimnáziumba. Gimnázisták, gyerekek. Szigetvár nagyon szép hely. Gimnázista lányok. Jó nektek, hova tovább majd? Pécsi Egyetem a gyógytornásznak szeretnék menni. Mindenki milyen? Kassa grafikusnak. Kaposvári Egyetem német nemzetiségi óvodapedagógus. Nem hiszem el. Gyerekek, milyen foglalkozás? Senki nem lesz műkörmös a rohadt életbe. Komolyan mondom, a pécsiek milyen szép hivatásokat választanak, de tényleg óvodapedagógus, dadús, grafikus, hát olyan szép hivatások. Kicsit ezek. Kezdem kellene érezni magam ennyi értelmiségi között. Igen, ugye? Te ipari kis emberként, ugye? Igen. Na jól van. Lányok, azt mondja, hogy milyenek a kérdések, Jani? Viszonylag frissek. 5 perce fejeztem. Csak mondom ám, hogy dolgozik. Tehát, hogy hiányoltátok Janit, aki egyébként sokat volt kint, de ő közben még hármasugrás kérdéseket ír. Azért jó itt lenni a helyszínen, mert ilyen kulisszatitkokba beleláttok. Hát most ezt az utolsó pillanatra hagytad, nem baj. Ennyi. Ezt nem lehet érezni majd a kérdések színvonalán. Még folyósot inta, vigyázz velem. Igen. Mehetünk, lányok?
Köszönjük. Na. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Kik hordanak rokoját? Ők a nők. Így van. Mi a rokoja, tudja valaki? Alsó szoknya. Így van, pontosan. Ennyi. Néha férfiak is felszokták venni, de ilyenkor a feleségük dolgozik. Igen. Jól van, mehetünk tovább, csajok? Mehetünk tovább. Így szól a második kérdés. Melyik sportág háromszoros olimpiai bajnok a Kovács Katalin? Kajak. Így van. A hivatalos megfogalmazás kajak. Kenú, de egyébként a kajakozásban világnagyság ő. Pedig csak annyit akarták kérdezni, hogy kajak ez a kérdés. Elfogadtuk, jó válasznak. Oké. Harmadik kérdés. Lányok, mit csináljuk vele? Na? Tovább menjünk, elviszitek az ajándékcsomagot, megpróbáljátok. Ha már itt vagyunk, most igen, már. Meg ha már mindenkinek persze mindent odaadunk, úgyhogy nagyon veszteni valótok, mert eddig még soha egy darab bögrét nem vettünk ki az ajándékcsomagból. Jó, de ha nem tudjátok a választ, akkor ti is hárman, mi is hárman, tudjátok mi a lényeg. Picit megint kanos vagy, nem? Nem, nem, most már megyek haza. Mónika, ha hallod az adást, menekülj. Készülj, mert egy hete ez a fiú már nagyon kanos, péntek eddig. Ne fürjél le. Takarod ki virág az udvarra egy órára. Gyerekek, itt. Megyünk, mint az állat, Bali lesz a sofőr. Igen, Lőrincen hallani fogjátok, ahogy Jani robban majd. Augustus 20-a lesz. Így szól a harmadik kérdés. Melyik világhírű brit zenekar tagja Andy Fletcher? Andy Fletcher. Ki ő? Andy Fletcher. Andy Fletcher. Mm-hmm. Ja. A másik nem a Depeche Mode. Jó van. Tudják, és ügyesek vagytok. Jó van. Csajok. És még a minőségi popzenében is otthon vagytok. Jó van. Főleg, hogy lesugtuk, ugye? Ja, lesugtál. Konkrétan. Kicsit én is, igen. Oké, Evelyn, Niki, Dia, egy-egy ajándékcsomag, jó? Van még három, szerzünk. Csajok, ügyesek voltatok. Köszi a játékot. Köszönjük. Sziasztok. Ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, gyertek. Csücsi, de a balcomban. Apuka, nagyon be vagy indulva. Jani bácsi, konkrétan mikor születtél? 95. 25 évvel. 25 éves téged voltam. Akkor már három munkahelyedről kirúgtak, Jani. Nem? Tehát simán. A gyerekei. Ott hagyta őket. Akkor már saját hajam alig volt. Konkrétan a gyerekei lehetnének. Hol egy kisgyerek? Van itt valahol egy kisgyerek? Kisgyerek, apró kicsi kis gyerek. Kisfiú ráadásul. Kisfiú, van itt kisfiú? Tegye fel a kezét. Hát nem kell olyan nagyon kicsinek lenni, egy fiú gyerek. Nem, hát ilyen 5-6 éves forma van. Nincs kisfiú? Nincsenek? Nem áll. Hol egy 5-6 éves forma nincs fiú? Nincs senkinél? Jó. Nem baj, az első kisfiú, aki ide jön hozzánk, vagy Ferit megérinti, kap tőlünk egy gyönyörű ajándékot, mert a lányoktól elvettük, ugyanis van még egy plusz ajándékunk, egy barom jó kis Transformers baba, viszont azt nem a lányoknak adnánk, szerintünk már ebből kinőttek, hanem egy pécsi hallgatónknak, aki 5-6-8 éves forma, és szívesen játszana egy ilyennel. Ő no? Nem kisfiú, Danny DeVito, vigyétek vissza. Jó, nem baj, ha most nincs meg, ha valaki ide tud jönni gyorsan Ferihez, akkor az első kisfiú megkapja ezt a Transformers robotot, hát ezért minden gyerek ölni tud, de ez egy nagyon nagy dolog. Kislány nem lehet? Hát szerintem ez inkább egy fiús játék, hát a lányok barbiznak, nem? Vagy nem, ők babáznak. Te is barbiztál, és kisfiú vagy. Nem, még nem fürödtél velem együtt. Olyan vagyok, mint Michael Jackson. Még hogy a hangom is kicsi a kuki. Hol van? Jó, nem kell, hogy megszólaltatjuk akkor 9 gyertek után. Jó? 6 perc van pontosan, 9 óra, a hordós játékunk még hátra van. Ha csak intett az édesanyja, hogy még nem beszél a gyerek, tehát ha megszólaltatod, akkor az csoda lesz. Igen. Hordós játékunk még hátra van, várunk friss közlekedés híreket, hol van vihar, hol van viharkár, hol van bármi. Jó, írjatok nekünk SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk. Drága pécsiek, hello! Látjuk, hogy az első emeleten is vagytok sokan, az kap egy ajándékcsomagot, aki beveti magát a tömegbe. Biztos, hogy díjazunk. Igen, valószínű, hogy ők a félénkebbek, akik ott áldogálnak, nem, nincs kedvük lejönni a nagy tömegbe, ilyen kis csendes szemlélődők. Nem minden rendezvényen vannak a csendes szemlélődők, akik kicsit távolabbról visszafogottan figyelik az eseményeket. Emel díjas páholy, igen, a karzaton fönt üldögélnek. Olyan magasságból én még szabad szemmel látható vagyok? Nem, ittegetnek. Ugye, nem, hogy... nem, sajnos nem. Hangirányában néznek csak. Igen, már eltűnik a Jani. Na, friss közlekedési híreket kértünk, kaptunk is egy csomót, mondom, hogy mi helyzet az utakon. Kerepesi úton Őrsvezér tértől kifelé mérnek, az autóban két kamera van elől és hátul a szélvédőnél is. Előre, hátra? Bizony. Azt hiszed, hogy már megúsztad, elmész mellette és itt tik utánad lő. Miket ki nem találnak? Ezt nem ismertem, ezt a technikát. Egy néz előre, egy néz hátra.
a rendőr meg okos a hátraborított székkel azt. Nehogy valamiről lemaradjanak. Igen. Hősök terén hó van, most mint a micsoda? Hintót hajtó kocsis a lovaknak. Micsoda? Hó-hó. Ja? Jó, ó, István, jó. Nem, nem. Jaj, István. Kicsit furán írtam, hogy engedd el, nem érdekes. Azt mondja, hogy Magyar Hertelend orfű között útra dőlt egy fa. Tessék figyelni arra felé, ezt Laci küldte nekünk. Az M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ös kilométernél, és Kónynál a 86-oson fehér Seatból drága képek készülnek. Írjátok, hogy mi a helyzet az M6-oson, jó? Arra megyünk. Igaz, hogy leokoplasszal leragasztjuk a rendszámot, de azért itt küldjetek SMS-t, hogy hol van trafi. Gyerekek, ez az M6, én nem tudom, ez egy ilyen szellemautópálya. Tényleg írjanak azok, akik ott közlekednek, hogy mi az oka annak, hogy ezt nem használják az autósok. Nem sok SMS-t kapunk. Majd egy óra múlva írok neked, jó? De miért nem? Most, mert hosszú. De oké, elmondom, mi van. Budapest-Pécs lehet, hogy 30 kilométerre hosszabb, de használhatod miniszakaszokra is, ami nem biztos, hogy kerülő, hiszen érint egy csomó várost. Hogy ott azt miért nem használják? Tehát a paksiak például mondjuk egy, nem tudom, Százhalombat a paks vonalon miért nem mennek arra? Az is hosszabb? Szerintem nem. Nincs autó az M6-oson. Néha felriadtam egy kamióra, tudod, ugye a másik sávba, veled mentem, tegnap beszéltük, hogy nem használják az autósok. Nagyot kerül azért? Hát itt már lent igen, de hogyha például Szekszárdig eljössz, és onnan jössz el Pécsre, akkor nem kerül. Akkor nem kerülsz. Igen, onnan jössz a 6-oson. Na de Szekszárdig se használják, tehát az egész autópálya kihalt. Míg a hetesen mennek, az egyesen mennek, tehát nem foghatod az autópályadíra, mert ott befizetik, és ott megveszik. Kollektív tudat, így hívek, ne menj fel, ne hagyj föl. Nem olyan, mint egy szellemautópálya? Tehát is ember nincs. Ami jó, mert lehet rajta közlekedni. Igen. Na mindegy, jó. Örülünk, de majd, hogyha egyébként majd Horvátországgal össze lesz kötve, akkor majd figyelj meg, hogy ötször ennyi forgalom lesz rajta, amikor majd innen is le lehet majd menni. Igen. Gyerekek, én minden szállodába ott hagyok valamit. Mit sikerült? Igen. Kedves Morning Show, kedves Balázs, köszönjük a kedves ajándékot, de már rendelkezünk egy példánnyal, a Nyugodt Elme út a boldogsághoz című könyvből. De jó. Így ezt készséggel visszajutatnánk jogos tulajdonosának. Üdv Korzó Hotel Pécs. Ott hagytam a pólómat a Székesfehérvári hotelbe, ott hagytam a telefontöltőmet a Miskolci hotelbe, és ott hagytam a borotvámat a Debreceni hotelbe. Ez látszik mondjuk. Nekem a Bobek is gyanús, nem maradtott valahol? Gyerekek, minden szállodában van egy ajándékom. Visszamegyünk érte? Jani, visszamegyünk érte, Győrből is írtak, ott is ott hagytál pár dolgot, de ők nem akarják. Győrbe maximum hálózsákomat hagytam, ott annyira hideg volt a szállodában. De milyen kedvesek, akkor már bementek a szobánkba. Bizony. Már behatoltak a szobánkba. Mm-hmm. Te hagytál ott valamit? Én csak a testmeleg takarom. Lehúzta. Jó, tegyétek le létszer recepcióra, és akkor visszamegyünk érte. Jó? Na, dobolós játékunkhoz érkeztünk, ugye? De ehhez képest a játék határok nélkül sehol nincs. Tehát ez döbbenetes ez a játék. Vele mi történt ott? Mindjárt meg itt megkiderítjük. Ne haragudj, neked mi bajod van? Nekem semmi. Igen, ezt ugye a hallgatók nem tudják, hogy miért kérdezzük, mert hogy egy farkas jelmezben vagy. Füles próbál Laci fölrakni a farkas jelmezre. Aha, mi a titkod, Bánfi hajszesz? Farkas papucsban, farkas jelmezben. A keresztneved micsoda? Dávid. Dávid, miért vetted tőle ezt a te jelmezt? Te vagyok, nézek a szemébe. Úgy random. Most neked az a típusú jelmez, ahol a farkas szájának helyén van a szeme, vagy ezt hogy kell elképzelni? Nem, én a szememben látok ki. Igen? Te, igen. Úristen. Ez olyan, mint a szívtunk volna, nem? Balázs, ne adj ebbe. Ebből ne hagyj többet. Valamit kevertek a pogácsánkba, amivel önnégül láttak bennünket, igen. Jó, ebbe leszel egész nap, vagy ezután leveszed? Le fogom venni. Gyerekek, a célját elértem, mert kiválasztottuk játékra, mm-hmm. Tehát a dolog az működik. Viszont ahogy látom, mert elég slang még a nagymama előtt van. Azért szürreális a dolog, mert a Laci lehajolt és összeszedett valamit szalvétával a farkas alatt, mondom. Ennyire azért nem lehet, a dolog élethű. Nem, a Laci azért hajolt, mert hátul is farok, milyen izgalmas. Hello, hogy hívnak? Ja, Betty vagyok. Betty, van valamiféle zenei előképzettséged? Bármi? Hát, én 10 évig csálóztam, de ezt nem ír ellenem fordítani, hogyha béna leszek. Figyelj, ebben a játékban gondoljára senki nem volt jó. Tehát nincs nagyon nagyot ugrani, illetve volt egy játékosunk, tegnapi játékosunk. Garázsdobos. Te minek öltöztél? Ex-csellósnak? Igen. Már a dobütőket is elvették, úgyhogy már egy megy körbe-körbe, mert itt mindenki ér mindent, azt viszi. Jó, farkason nem tudtunk fülesteni, nem baj, jó, hallam mennyit hal. Vagy majd oda teszed abban a pillanatban, amikor kell. Oké, na jól van, kezded a játékot akkor? Persze. Kezded. Jó, figyelj, mutatjuk az első részletet, hogy mit kell gyorsan eldobolni. Oh. Már volt, nem? De te dudoltad szerdán. Igen. Na, hát figyelj, kiindulva ebből a hétből, ami itt történt, dobolj bármit, ami eszedbe jut, jó? Mert tulajdonképpen szerintem nehezen lesz ledobolható. Na figyelj, hallgassuk meg, jó? Mehet, nyugodtan. Hát
semmi köze ahhoz, ami elhangzott, ugye? Aha, tehát, de ne, szép, tulajdonképpen csak nem az. Igen. Nagyon jó, tűz volt a zenekarba, csellóztál, mert... Igen, te csellóhoz is kell ritmusérzék, nem? Kell, de az, ahhoz egy kézzel. Az igaz, miért hagytad abban? Mert kijártam a zeneiskolát. És most játszogatsz még otthon, vagy? Nem, az csak ilyen hobbi szintű volt, nem akartam komolyan. Nem akartad a szomszédokat kinyírni. Az tényleg igaz, hogy minél nagyobb számú zenekarban játszol, annál jobban el lehet bújni a hangszereddel? Igen. Na. Igen. Csak tudod, látványcsellózás volt. Ez a karmesteri dolog, ez egy nagy rejtély számukra. És ők hogy... kerestek a legjobban. Igen. Semmilyen. Figyelj, mondd meg nekem, leblezzük le őket. Csinálnak valamit, vagy az egész karmesterkedés egy baromi nagy kamu, a zenekar tudja magától, hogy mit kell játszani, és ha nem állna ott az emberti, akkor is ugyanúgy eljátszanátok azt a dolgot. Nem tudom, mert nem játszottam zenekarban. Oh, pedig most lelephezhettük volna. Bizony. A világ összes karmesterét egyetlen tolvonással elintézhettük volna. Lelephezhettük volna Herbert Ford karáját. Ugye? A farkasunk él még a maszkban? Megvan. Még megvagyok. Igen. Még megvagy, igen. Szürálisan nézel ki, majd teszünk egy képet a Facebookra. Konkrétan tényleg farkas jelmez. Figyelj, neked egy meg vízió. Sem mutatjuk, hogy mit kell eldobolni, mert úgy hallott, dobolj valamit, jó? Hallottad? Na, hallom. Akkor mi maradt meg belőle? De még egyszer. Még egyszer szeretnéd, basszus, jó? Mozog az állkapcsa is. Annyira beteg. Valahogy beszélek. Figyelj, ehhez képest egy Csát Géza könyv sehol nincsen. Annyira pszichodelikus az egész, hogy egy teljesen kész. Feri benézett a farkas szájába. Jézusom. Én kérek egy tetanuszt is utána. Nagyon szuper volt. Egy fülhallgatóval már jössz nekünk. Igen. Figyelj, és ahogy mozog, a farkával így közben veri az üvegstúdiót. Egy gyönyörű az egész. Na mi van, nem dobolsz, farkas? Na, karak, tolj valami. Karak. Mutassuk meg neki akkor még egyszer. Karakot lőtték le? Karakot igen. Lőtték le, ugye? Az is szomorú történet. Megmutatjuk, Zsül? Jó, elég. Oké. Okay. Aha. Egy doboló farkas, nézd. Már 5 pont. Figyelj, jobb ritmus érzéke van egyébként. Igen. Igen. Nem? Ugye, hogy nem? Csináld még egyszer? Semmi köze. Hát annyira semmi köze ehhez, hogy... És jó. Ugye majd a gyerek megkérdezi, hogy mit csináltam egy héten keresztül valahol az országban, elmondom neki. Hát képzeld, például egy hatalmas koncertdobozon egy farkas mellett álltak, aki azon dobolt egy Kovács Ákos számot. Igen, egy farkasadó. Aha, apa, gondolja, hogy biztos elment az eszed. Jó, figyeljetek, adunk egy ajándékcsomagot, annyira nem vagytok muzikálisak, hogy ebben nincs második forduló, jó? Úgyhogy egy nagyon szép ilyen kis globuszos ajándékcsomagot adunk nektek, vigyétek szeretettel, jó? Azért nincs szükség második fordulóra, mert nincs nagyobb mit eldönteni. Nem lennénk bejebb. Nem lennénk nagyobb bejebb egy második fordulóval, úgyhogy egy-egy ajándékcsomagot adunk nektek. Te tényleg csellóztál? Tényleg. Aha, jó van. Mint amikor Torgelesanyt megcsinálni. És mit csinált az elmúlt 10 évben, Sanyi? Csellóztam. Ja, cselesztem. Már megint. Sanyi, igen. Jól van. Jönnek a hostess lányok, adnak ajándékcsomagot, jó? De szürális ez. Tessék? Autogramot. Hogyne, egy farkasnak mindig szívesen ad az ember autogramot. Abszolút. Abszolút szívesen adunk autogramot. Jó. Oké, na. Már csak egyetlen egy HP van, ugye, amit szeretnénk kisorsolni, egy tablet, ahogy mondtam egész héten, valamint a 100 000 forintot is nem sokára sorsoljuk, aki még nem töltött. Van olyan, aki még nem regisztrált? Nincs, már mindenki regisztrált. Az nagy hiba lenne egyébként. Az nagy hiba lenne. Van 10 perc, csak mondom egyébként, lemaradt. Hogy több olyan helyszínünk is volt szerintem, ahogy így visszaemlékszem rá, 2 egészen konkrétan, ahol néhány perccel a sorsolás előtt regisztrált valaki, és úgy vitte el a 100 000 forintot. Hát a legelső a debreceni volt, ahol ráadásul budapestiek nyertek, akik csak erre az alkalomra jöttek el Debrecenbe, és 10 óra előtt néhány perccel bedobták, nyertek. Igen, aztán pedig Székesfehérvár ott is. Igen. Figyelj, viszont írja egy hallgató, hogy te régen mindig átnézted a szobámat, amikor kicsekkoltam, és most már nem. Mert nem jössz be mögém, hogy nem hagyok ott valamit, most ezért visszamenni. Pont egy kitelepülésen beszéltük, hogy mindig bejössz, és még átkutatod a szobát. Így van, hátra találok aprót, aztán a gyereknek megvan a karácsony ajándéka bele. Igen, hátra találsz ott valamit. De már nem jössz utánam be körbenézni, és ezért hagyok ott minden állomáson valamit. Az a baj, hogy annyira kiábrándító néha bemenni utána, és érezni azt a virágillatot. Na most egyébként szó szerint, tehát ugye volt egy másik szállodában régebben történt, hogy bementem először én az egyik szobába, utána ő a másik szobába, én az enyémbe, az övébe természetesen. Bementem az enyémbe, és olyan mértékű, hát én szépen próbálok megfogalmazni, széklet szag fogadott el, hogy majdnem megőrült, és mondom neki, figyelj, ezt nem fogjátok elni, gyere már be, szagoljál meg a levegőt, ezt nem fogod elni. Bejön, és hú, tényleg. Bemegy a szobába, és már hallom a röhögést két ajtóval odébről, és akkor mondja, hogy gyere már ide, Jani, szagolj már be a szobámba, légy szíves. Bemegyek a szobába. Ez akkor, mikor érkeztünk, ez akkor amikor volt. Érkeztünk, bemegyek a szobába, beleszagolok a levegőbe,
és masszív virágillat. Figyelj, nem hittem el. Tudod, mint hogyha megnézték volna, jó, 310-es. Jani, jó. Zolika, menjél már föl, kaksízi még egyet. Zolika, kintelj már bele a Jani szobájába egy kicsit. Figyelj, két szoba egymás mellett, ez sok-sok hónappal ezelőtt történt. Hogy ez miért van így? És így beszéltük, hogy hogy van az, hogy megint ő kapja azt a szobát. És az én szobában nem csak, hogy semmilyen illat nem volt, ilyen átütő lilium illat, tehát így döbbenet volt. És Jani szobájába tényleg átmentem, és figyelj, könyvbe rámadt a szemem. Döbbenet volt. Nem ez a finoman állott szak, hogy nem volt kinyitva az ablak, hanem hogy így bementél a szobába, és így lefejelted az ajtófélt, hogy atya úristen, Jézusom! Így félve mentem be a WC-be, hogy mondom, így húzom le. De nem volt semmi, nem tudom, hogy honnan jött. Igen. Úgy, nem tudom, hogy nem tudom, hogy nekem miért, érted, neki a virág. Mindenki születik valahová, János. Hát, igen, és csak máshogy kellett volna adni a kulcsot. Na mindegy, ha most bejöttél volna utána, látod, nem kellene visszamennünk a hotelba, de most mehetünk vissza. Csináljuk azt, hogy... Ki a hibás? Nem te vagy a szétszor. Ha nem én vagyok hibás, mert nem mentem be. Csináljuk azt, hogy végigmegyünk az összes helyszínen, ahol voltunk, és mindenhol begyűjtjük azt, amit ott hagytam. Tehát elindulunk szépen Miskolc, és megyünk végig, mindenhol van valami. Jó, vasárnap estére meg vagytok. Jó, de akkor az összes helyszínen egészen az E+ invázió ki. Igen. Gyerekek, csak egy röpke telefon erejéig, nem csörgünk rá Pákóra, hogy mi van vele. Tényleg nem zártuk le ezt a történetet, hetek óta Pákót nem tudjuk elérni, aggódtunk érte, de hogy nincs ennek a történetnek se lezárása, se folytatása, mert hogy nem tudjuk, hogy mi van. Ha hívjátok, akkor adhatjátok csörgéstől, jó? Hogy csak annyit mondjon, hogy megvan-e éle, így hetek van. Óta... Hogy legalább, hogy megnyugodjunk, hogy tényleg elhagyta az országot. Hetek óta elérhetetlen, és nem tudjuk, hogy mi van vele. De hogy senkinek nem jelentkezik állítólag. És nekünk se. De mi van? Tényleg mi van vele? Valami emelt szintű érettségére kész. Arra biztos sem. Emelt szintű 8. van. Azt mondtam, hogy Nigériában 6 osztály van? Azt meséltem? Elmondta, hogy Nigériában 6 osztály, mivel abból 3-at járt ki? Ez konkrétan elmesélte. Korán elköltözött otthonról. De figyeljetek, nem veszi föl, nincs baja. Hát remélem. Én nagyon nem izgulok, azért azt hozzá kell tegyem, de bármi lehet. Mennyi a lapongási ideje az ebolának? Gyerekek, nekem hiányzik ő. Tehát, ahogy fölveszi a kis... Most komolyan. Figyelj, emberből annyi vidámság nem árad, nem? Mint belőle. Bármikor hívjuk, mindig jó kedvű, és az, hogy nem teszi le a telefont, és még itt van az adás végén, nem tudom, még 10 percig tartja a vonalat. Nekem, amikor beszélünk vele, vagy találkozunk vele, mindig az a kifejezés az eszembe, hogy tabula rasa. Érted? Egy fehér tiszta lap jut az eszembe róla, amin nincsen semmi. Na mindegy. Jó, gyerekek, Pákó továbbra sem elérhető. Nem tudom, van egy új barátnő, aki tiltó listára tette, vagy megtiltotta neki a média szerepléseket? Vagy hát, mi van? Vagy megtalálták a székely rokonok. az mennyasszonyának a családjában. Nem tudjuk, hogy lett-e valami az esküvőből. Nem tudjuk, hogy sikerült a lánykérés. Nem tudjuk, hogy volt-e Nigériában. Semmit. Nem? Tehát effektíve nem. És eltűnt. Meghívott minket az esküvőre, és ott felszívódott. És azóta nincs meg. Nem jött ilyen újságpapírból kivágott betűkből ragasztott levél hozzá, hogy csak akkor adjuk vissza. Ha. Igen, és egy kis csoki fül. ott volt a borítékban. De tényleg egyébként el kell menni, mert hogyha valami baleset történt, azért csak tudjuk, hogy mit tudom én például a fürdőkádban vezetékes borotvával epilláz. Érted? Tehát lehet, hogy a saját fürdőszobában egy szomnyaktöréssel fekszik 2 hete. Igen. Balad! Kurvára fáj! És folyamatos van, 104 nem fogadott hívással nem tudják rátörni a lakást, mert senki nem tudja, hogy hol lakik, és ott fekszik a parkettán, érted, mesztelenül egy fehér törölközővel a testén, és próbál elkúszni a telefonjáig. Simán lehet, hogy bajban van, nem? Néha vannak ilyen kamu kiírások a Facebook oldalán, műhelyes írási hibákkal. Tehát, hogy gyerekek, itt valami nem stimmel. Na mindegy. Jó, megpróbáljuk majd előkeríteni. Vikinek írt egy SMS-t egy héttel ezelőtt, hogy ne aggódjatok, értem, minden rendben. Aha. De nem írta, hogy ne hívjatok. Nem, és ráadásul viszonylag kevés hiba volt benne, tehát ez nem ő. Tehát elvették ő, már a telefonját igen, is. Igen, ő azt se tudja helyesen leírni, hogy hó. Tehát, hogy igen. ez neki már biztos, hogy tesz bele egy Y. Tehát, hogy ez már egészen biztos, hogy történt vele valami. Na jól van, mindegy, megpróbáltuk. Tessék regisztrálni, aki még nem regisztrált, jó. Az nagyon-nagyon fontos, mert hogy nem sokára sorsolunk 100 000 forintot. Kérdezzétek már meg Bali a két lányomat, hogy regisztráltak-e. Alexa és Barbara. Köszi a Kotrós. Hol vagy? Alexa, Barbara. Alexa, Barbara, Kotrósék. Kotrósék, apátok szólít. Drága Kotrós, csak mondom neked, hogy a lányait hazudtak, mert itt sincsenek. Tehát, hogy mondták, hogy kijönnek hozzánk, de nem ide jöttek, mert nincsenek itt. Úgyhogy nem tudom, hogy hol vannak. Köszi a páromnak, hogy vigyázz a gyerkőcre, és én itt lehetek. Írja nekünk Andi. Andi, hol vagy? Andi sincs itt. Jó van, apu meg otthon, hogy te vagy itt van. Azt hittem, hogy apu otthon vigyáz a gyerekre, Andi meg azt mondta, hogy megyek ki, és egészen máshol van.
Jó, HP-t is adunk még, ugye? Aha. Már tudjuk, hogy kinek adjuk, úgyhogy... Ja, már tudjunk. Már nem úgy értem, nincs meg az ember, csak hogy... De milyen? Megvan, csak még ő nem tudja. Hát ez ugye... Aha, miért te tudod? Igen. Ez egyébként valószínűleg a Sebestyén teória néven fog majd beépülni a tudatba, mert hogy gyakorlatilag te voltál az első, aki ezt felvillantod, ezt a gondolatot, hogy valójában a nyert, és mindig megvan. Na most akkor ezt újra szemléltetném ennyi ember előtt, mert ez sokkal jobban esik, hogy ezt ennyien látják. Tehát tulajdonképpen miről van szó? Ez egy időparadoxon, gondolj bele. Ugye, mi történik? A nyertes már megvan, hiszen itt lélegzik, eszik, fölkelt reggel. Megvan. Ugye? Ő a nyertes. Igen. De még sincs meg, de közben mégis megvan, hiszen ő már reggel itt volt, és ő fogja megnyerni. De már reggel is nyertes volt, mert neki adjuk a laptopot. Nézd meg a sok érdeklődő arcot, csak mondd el. Ez egy időparadoxon, amit fölállítottam. Tehát ehhez képest Stephen Hawking sehol nincs. Érted, hogy mit akarok mondani? Hogy ő reggel úgy kelt fel, hogy ő a nyertes. De nem úgy kelt fel, hiszen nem tudta, hogy ő a nyertes. De már akkor is ő volt. Igen, de neki csak egy ilyen natur reggele volt, mert majd most lesz neki jó. Nem, ezt még nem értitek. Jó, mindegy. Fél tíz, de ez pontosan. Most úgy éreztem, hogy te se. De, én értem, tudom, mit akarok mondani. Fél tíz lesz pontosan, 2 perc múlva, nem késő még a helyszínre jönni, regisztrálni, jó? Egy pici szünet, és jövünk a nyertesekkel mindjárt. Na mi van, fáziskésés? Kicsi Feri? Tapsot vártam bele, próbáljuk meg még egyszer, tapsuk egy rajta! Rájöttem, hogy te pályát tévesztettél, neked valami ilyet kell, tömegrendezvény moderátor vagy. Jó idejó, keveset csinálok ilyet minden hétvégén. Igen, minden hétvégén 8-at lenyomsz belőle, de ezt imádod, rájöttem. Hát olyan tündérek a pécsiek, és meg minden város nagyon ügyes volt egyébként. Igen, mindenhol nagyon nagy szeretettel vártak minket. Gyorsan egy-két közlekedés, 105-ös kilométernél a Molkútnál Sunyi mér és az M3-ason Pityú üzeni, Kerepesi úton Őrsvezértértől kifelé szintén mérnek. 2 kamera van az autóban elől hátul, és Kenderes és Karcak között fehér kombi Astrából szintén mérnek, ez a 4-esen van. Ha valaki Pest felé megy az M6-oson, küldjön nekünk SMS-t, hogy hol lassítsunk, jó? Így van, mi a helyzet, esik-e? Csúszik-e? Csúszik-e, esik-e, ivet, tombol-e? Ahogy látom egyébként, itt már Pécset egy kicsit kezd enyhülni a dolog, tehát hétvégére. Tényleg jó idő lesz. Jól van, mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, csak előtte még egy nagyon helyes SMS. Balázs, a nénike itt áll mellettem, és azt tanácsolja, hogy szólni kéne neked, hogy beszélj kevesebbet. Itt áll valahol egy néni. Olyan aranyos megkaptuk. Az a Balázs, csak sokat beszél. Annyit beszél, olyan jó lenne a inkább bajnál. Inkább csak nézném. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgetünk. Ugye megszűnik az IVIV, és hát ez bőven a Facebook elődje volt, szerintem rengeteg embernek nagy élmény. Ugye, akik először mentek föl, használták ezt a kis barátkereső oldalt, ami június 30-án megszűnik, és arról beszélgetünk, hogy ki hogyan lódít a saját profiljában, illetve a pasiknak mi a tipikus profilkép, a lányoknak mi a tipikus profilkép, mi a menő, mi a ciki, ha az ember profilképet akar magáról föltölteni. Nagyjából megfejtettük, nem, hogy a csajok milyen vonalon mennek, és a pasik milyen vonalon mennek. Ki mit használ? Mindenhol a túlzás a jellemző. Igen. Alapvetően. A túlzás, hát és vagy a titkolózás. Igen. És a funkitás, ugye? Igen, hogy, funkitás. Igen, mindenki funkit nagyon a saját kis adatlapján, már ami a fotókat illeti. Valamint ugye szóba jött egy kutatás, ami nagyon érdekes volt, mert arról faggattak embereket, hogy az ő munkájuk vajon átvehető-e majd robotok által, és az emberek jelentős hányada mondta, hogy ő fél attól, hogy előbb-utóbb robotok veszik át a munkáját. Arról beszélgetünk, hogy vajon mely foglalkozásokat helyettesítheti előbb-utóbb robot. Ezt próbáltuk megvitatni, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Egy született karmester vagy. Mert annyira jobb, mint igen, az állat, érted a pécsiek. Hello, drága pécsiek, lassan búcsúzunk, és előtte még azért sorsolunk, mert van egy-két dolgunk. Hallottok rendesen egyébként? Hallottok? Jó, én hallom, egy kicsit halknak magam. Szóval, hát nekünk van egy sorsolási bizottságunk. De na most látom, már nem lehet hallani. Én látom, hogy a karmester Ferenc von Karaj odalépett mellé, nem. Vagy ha akar, akkor ne, most hogy is, nem, nem, most hogy jó. Venném ki a köszönöm kezedről. Szépen, ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy a turné temetőn én állhatok a sorsolási bizottság élén. Tudod, ahogy szoktam mondani, a Balázs egy ember szeret, a többi utál, hát hogy venném el ezt tőled? Igen, Aranka minden rendben találta a sorsoláson, így van, igen, közjegyzőnk jelenlétével, jó. Túrjál bele jól, jó, és csak úgy, ahogy eddig, minden helyszínen egy olyan bruttó 2 perc alatt próbálj valakit kihúzni, jó, hogy jó legyen. Szokott lenni az 5 is, tudod, Jani. Mindenki ezt a 100 000-et szeretné, hogy elvinni. Hát milyen jó lenne, mindenkinek tudnánk adni. Igen, de igen, sajnos nem tudunk. Nem, csak egyet, igen. Ez egy hálátlan szerep ám a tiéd, azt tudod? És milyen lassú. Ezért csinálod te.
Ezért nem húzok én, vagy ezért, a Feri. Ezért csinálom olyan lassan, mert kiélvezem még azokat a perceket, amikor még mindenki szeret. Ez fél perc múlva már nem lesz így. Aha. Csinált foggal. Igen. Van, ami lehullik. Figyelj, Jani, nagyon sok mindent kell még elmondanunk. Megvan? Megvan. Tényleg kiúsztad? Na. Nézzük akkor meg. Istenem, csak adja az úr, hogy olyat húzzuk, akinek el tudjuk olvasni a nevét. Jó? Megpróbáljuk? Nyomtatott betűvel van írva? Nem nézek oda. Na, mondjad. Mutasd. Na, mondjad, Jani. Júj. Na? Kik azok a fiúk, akik bedobtak szelvényt? Emeljék fel a kezüket. Annyira tudom, hogy mit fogsz mondani. Szegények. Ezt már Dévényi Tibi bácsi elsütötte 73-ban ezt a poént. És akkor is jó volt, és most is ült. De azért jó egyébként, mert ahogy megyünk elő az időben, egyre kevesebben emlékeznek már, és mindig a Ferihez köti majd. Már mikor föltetted a kérdést, tudtam, hogy mi lesz. Na, mondod, Jani, vagy most könyörögjek, vagy mit csinál? Letérdeljek? Mondasz egy nevet? Igen, nem ez nekem tetszik, ez szimpatikus. Na figyeljetek, nagyon, mert van nekünk egy nyertesünk, ő nyerte ma a 100 000 forint készpénzt. Kisné, hopp, Mónika! Hopp, hoppá, Mónika! Nem azért mondtam. Hol van Mónika? Mónika, ha nincs helyszínen, jön. Mónikát engedjük föl, azonosítsuk. Ott van? Érkezik, hello. Aha. Gyerekek, Mónikának bárki mondhatja valamit, tegyük föl neki egy nehéz keresztkérdést, jó? Aha. Jó. Amivel beazonosítjuk, jó? Mert tényleg, Mónikának bárki így mondhatja magát, és bárki ide jön, aki nő, és azt mondja, hogy ő Mónika, próbáljuk meg utána járni. Én vagyok Zsuzsa, én vagyok Mónika, én vagyok a Mónika. Próbáljunk utána járni, hogy tényleg ő. Na, az, jó? Szépen. Egy nagyon ravasz kérdéssel, jó? Mondd a teljes neved. Kisné Hopp Mónika. Azaz, ha, ő az. Hogy hívják a két gyereket? Igen. Hogy hívják? Nem fogja mondani, mondja te, Móni. Na. Akkor mégse ő a Hopp Mónika. A gyereke nem tud. Nem fogja mondani, mondd te. Pedig hozott a Balázsnak rajzot. Igen, de aranyos, de ilyenkor, amikor a szülő tupálja a mikrofont a gyerek elé, a gyerekek általában lefagynak. Ismerem én ezt. A szülő akarja, hogy beszéljen, a gyerek nem beszél. Azonosítottuk Mónikát? Így van. Szerintem azonosítottuk. Azonosítottuk. Hiszen azt mondta, hogy úgy hívják. Így van, mi elhisszük neki. Oké, Móni, mire költöd a 100 000-et? Azért erről beszélünk egy olyan pillanatot. Látom, hogy két gyerek, hát jó helyre megy a dolog, hát abszolút. Azt hiszem, hogy a gyerekek mindenképpen játékot. De jó. Mert úgy jöttünk ide, reggel írtunk nektek egy SMS. Igen? Úgy volt hajlandó meginni a kisgyerek a gyógytát, hogy mondtam neki, hogy jövünk hozzád, és veled kezet foghat. Édesem, de jó, szóval minden szörnyű gyógytát kellett innia? Hát kakuk fű, fogalmam nincs, milyen íze van, de... Sültön nagyon jó, de teának nem annyira. Igen. Jó, van még egy kérdés, amit föl kell tennünk neked, jó, mert csak úgy nyerheted meg a 100 000 forintot. Mi volt a Morning Show tavaszi roadshowjának utolsó állomás? Ez jó kérdés? Ez nagyon, kicsit izgulok, mi a válasz. Nehéz. Jó, igen. Figyeltél, Mónika? Igen. Ez a tudás alapú kérdés. Mi volt a Morning Show tavaszi roadshowjának utolsó állomása? Pécs. Így van. Majd, de jó vagy, úristen, de jó vagy. Jól van. Oké, van egy tabletünk, ugye, ahogy egész héten mondtuk. Egy helyi pécsi megnyerheti. Igen. Annyit emlegettük őket, és annyit bántották őket az utóbbi napokban, úgyhogy arra gondoltunk, kicsit próbáljuk a renoméjukat visszaállítani és kedveskedni nekik. Van-e valaki, aki igazolható módon, és egy pasi jelentkezik, nagyon jó. Fogalmam nincs, hogy mit akarok kérdezni, de már jelentkezel, nagyon jó. Akit Ivetnek hívnak, aki most meg tudja mutatni a személy igazolványán, hogy Ivetnek hívják. Mert ha úgy hívják, és ezt be tudja nekünk bizonyítani egy személyvel, akkor megnyeri, mert az Ivetteket nagyon sokat bántották. Igen. Ugye az elmúlt egy-két napban a vihar miatt állandóan rossz összefüggésben emlegették őket. Ivettünk van-e valahol? Nincsen? Nincs. Senki? Az egész bevásárló központban nincs egy darab Ivet. Te még mindig jelentkezel, szeretem. Egy körülbelül 50 éves férfi azóta is föntartotta a kezét és jelentkezik. Igen, egy személyvel tudnánk csak elfogadni, hogy tényleg így hívnak-e. Simán el tudom képzelni, hogy most valaki kapkodva előkapja a mobilját, rátelefonál valakire a családos, azt mondja, Ivet, hol vagy? A büdös francba! Miért nem vagy ott? Miért nem vagy ott? Jó, tehát Ivet effektíve itt az Árkád üzletben, mert nincsen senki. Ó, jó, de kár marad a megint jelentkezel. Jó. Esetleg Ivonok. Szűkicsi, maradjunk az I betűnél. Aha. Jó? Maradjunk az I betűnél. Tessék, Ilona van-e? Aki Ilona megnyerte ezt a HP-t? Ilona vagy? A második benne neved van a Ilona. Személyben rajta van? Benne aha. Van a személyben? Tessék? Első keresztnév. Templomba? Hát az, nem. Nem. Jó. Izaura névvel van-e valami? Várjál. Várjál, Izaura. Valakinek van esetleg Ingolstadt nevű. Nem, van-e Imre nevezetű női hallgatók. Ilona vagy? Jó, gyere ide akkor, hát ha már nincs Ivetünk, akkor egy Ivet is. Jó napot kívánok, személyazonosság. Legyen szíves.
Nagyon jó, nézd meg, János, igazold, és ha Ilonán, Ilonának hívják. Így van, Ilona, sok szeretettel, ha ívettünk, nincsen, egy gyönyörű szép tablet az ajándékot. Pál! Dehogy is. Ilona, ügyes voltál, na, gratulálunk szépen, hogy itt voltál, használd egészséggel, és fölveszik az adatokat. Igen. Na. Gyerekek, olyanok vagyunk, mint a Mikulás, hozunk, csak adunk, mink van még, hívjuk a naphallgatóját, még ő is kap ajándékot. Így ugye? Van, és van két nagyon pofás kis hordónk, ha esetleg valakinek kell rádióaktív hulladék elsüllyesztésére a meccsekben. Kíváncsi vagyok, hogy fölveszi el. Morning show! Az igen! Igen! Hello! Hello! Szia, Balázs! Hello, itt a Jani meg a Feri is, hello! Figyelj, sziasztok! Nem tudom, hogy bemondhatod a nevedet? Hát nem szeretném. Jó, ne mondd. Ugye azt írtad nekünk, hogy beszélgetünk arról, hogy a robotokat ki helyettesíteti, vagy a robotok kiket fognak helyettesíteni, kik azok, akik félthetik az állásukat. Te azt írtad nekünk, a nyugdíj folyosító igazgatóságnál dolgozom, még nyomtatónk sincs, beton biztos a munkám. Ez volt az SMS. Igen, igen, igen. De nem leszel bajba emiatt az SMS miatt. Hát bízom benne, hogy nem. Jó. Hisz felső vezető van. Igen, alattam van mindenki. Figyelj, nekünk. Van egy szponzorunk. Hát és bizony, a turnét segítette. A turnét, aki ugye támogatta, meg hát nyilván ugye szponzor volt. A szponzorok mindig szeretik, ha késztények elé állítjuk őket, nem? Hát emlékszem, tavaly is, hogy örült az egyik. Hú, te hogy örül! Hogy még egy ütött Honda! Kedverik ezeket. Ezeket nagyon szeretik. Figyelj, ez nincs megbeszélve, de ők már ilyen rendesek, hát biztos adnak neked egy nyomtatót meg ott a kollektívának, biztos. Nem? Hát ennek nagyon örülnénk, az osztály nevében mondom. Figyelj, adtak 5 tablettet a HP-jék. Hát ennyi? Most nem. De, hogy hát most, ha te várjál, játtettem, te vagy most a HP Balázs. Persze. Ha te vagy, hát akkor most az 5 tablet mellé adsz egy nyomtatót. Csak lesz az a raktárba nekem. Nem. Figyelj, hányan vagytok ott? Hányan vagytok azon az osztályon? Hát legalább egy 20-an. 20-an. Jó. Figyelj, a szponzor még nem tudja, de kapan egy nyomtatótok, jó? Mm. Jó, nagyon szépen köszönjük. Viszont azt hozzáteszem, azért az az igazság, hogy egy nyomtatónk van, csak fénymásolni nem tudunk vele. Másik osztályra kell látni. Tehát egy fénymásolós nyomtató kéne. Igen, mondhatjuk így. Jó, picit szemtelenedni kezdesz, de nem baj, nincs ezzel baj. Ezt is továbbítjuk a szponzornak, jó? Másolos nyomtató. Jó, jó. De ezt szkennelni tudtok, vagy azért is egy másik osztályra kell menni? Szerintem van egyébként olyan HP nyomtató, ami ezt is tudja, jó, nem? Oké. Okay. Wi-Fi-s kapcsolat esetleg kell ebbe a nyomtatóba? Mert van olyan is. És aki végén egy számítógép. Ismerve a morált, örülj, ha hétfő még lesz munkád, ki ne rúgjanak ott a nyugdíj folyosóti igazgatóságnál. Köszi, hogy írtál nekünk, ciao. Én is köszönöm, sziasztok! Hello! És köszönjük a HP-nak az önzetlen fejjalát. Gyerekek, annyiszor mondtuk már őket, most tényleg nem mondjuk őket. Köszönjük, de már 45-ször elmondtuk őket. Jó, oké, szűrővizsgálat, akarsz róla egy mondatot mondani? Sajnos rám nézve elég negatívak az eredmények, ezért inkább. Van egy kamion, ugye itt lehet szűrővizsgálatot csinálni. Van 34 féle különböző ingyenes vizsgálatot el lehet végeztetni. Több ezeren vettek részt egyébként az elmúlt egy hétben ezen a szűrővizsgálaton, illetve ezeken a szűrővizsgálatokon, és az ifjúsági ház előtt találjátok meg a kamiont. És holnap mész a várba fát fűrészelni, nem? Nem. De mindenki lesz másnak, aki arrafele jár, ajánljuk, hogy menjen el. Május 17-én a Budai Várban lesz egy hatalmas fesztivál, aminek keretében például ezekkel a srácokkal is lehet itt találkozni, akiknek a segítségével egy héten keresztül aprítottuk itt a tűzifának a való. Igen. A világ 8 legjobb favágója, ugye? Van. Köztük egy magyar. És nem futballista, ugye? Ami már elhangzott ezen a héten. Jól van, drága pécsiek, elbúcsúzunk tőletek, jó? Köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok, nagyon drágák vagytok, mindig nagyon lelkesek vagytok. Mi 2 évvel ezelőtt voltunk valám, vagy 3 évvel ezelőtt, de mindig nagyon jól érezzük magunkat, úgyhogy ha megyünk turnéra, akkor jövünk még. Így jó? Van, és ráadásul Balázs minden szállodában, ahol vagyunk, annyi cuccot hagyott, hogy bármikor visszajöhetnénk, hiszen nem kéne hoznia magával semmit. Igen. Csabikán, nem is szólítottunk meg, nagyon elhanyagoltunk picit itt. Szevasztok, hogy nem volnék. Hello. Hello, Pécs! Azonnal reagálnak. Mi újság, Csabikám? Csak a szokásos kérdéseket tegyétek fel, mert a kiborg memóriám kiakad. Remek zenék lesznek, Csabi? Köszönöm szépen kérdésre. Danis Dóra újdonságát fogom hozni. A Most vagy soha. Örülnek a pécsiek, hallom. Igen, nagyon, kérdésre. Nagyon. Szeretik, nagyon. Úgy imádják, szeretik, Dani. Már Danis nekem itt reggel 6-kor mondta valaki, nem lesz egy jó Danis Dóra. Jó, hogy ti élt vagytok, Csabi, de a Dóra lesz. Igen, Dóri, legyen már Dóri. Jó van, szóval Danis Dóra. Így van, és hát persze folytatódik a játék. Most már ugye nálatok regisztrálni nem lehet. Aki meg szeretné nyerni a 500 000-t, annak csak az SMS játék marad. 500 ezret kell elküldeni SMS-ben számmal kiírva. Azt hittem, hiányzunk már, Csabi, jövünk. Nagyon. Igen? Olyan változások vannak, itt rá se fogtok ismerni a stúdióra.
Na, már hát... csak egy mikrofon van. Nem minden. Szépek lettünk, nagyon? Szépülünk, így mondom. Nagyon jó, szépülünk. Kíváncsiak vagyunk, jól van, vártuk már. Oké, Csabikám, jó munkát neked, 555-55-00, valaki szeretne Csabitól dalt kérni, tegye meg. Danics Dóra fantasztikus lesz, nagyon várjuk. Csavikám, szia! Szavaztok! Na, jó, drága pécsiek, elmegyünk, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, bezárul a turné. Így van, nagyon kedvesek voltak, de az egész héten nagyon szerettek minket. Köszönjük szépen mindenkinek, a szponzorainknak, a munkatársainknak, mindenkinek, mert mindenki nagyon dolgozott ezen az egyetes turné. Így van, és hát a szállodák küldjék vissza a szállodába rá, hogy cincokat, ha lehet. Postafiók címre. Szép napot kívánunk mindenkinek, 10 óra van, szevasztok! Sziasztok!